Hello, hello. Hello. I'm Skype. Do you hear me? Vamos a seguir, güey. Nincs itt semmi látnivaló. Kurva, azt hittem, hogy az megint player. No i co to jest, to nie? Anyádra hozd a Steve Bajt.
Kedves Scav. Scav hideout at the grotto. South Toad landslide. Живем, пацаны. Szerintem a landslide-nál megyünk ki. Jó, Bitcoin lehetett volna a szépben. Esetleg.
Mennyit érhet a grizzly? Vajon a grizzly mennyit érhet? Istenem. Akkor vidd azt a grizzlyt, halló! Nem tudom mi az, ami fontos. A kettet mondjuk kidobhatjuk. Na, akkor is ez még csak két hely. Nem tudom, lehet rosszul mérlegeltem, de... Annyi hír van már itt nálunk, hogy... Hát itt műteni nem tudunk. Tudok. Ez egy PMC kijárat, szóval nekünk ez itt tiltott terep. Lényegében ezt fel tudnám ide rakni, jó? Ha akarnám, ez a spórolhatnék. És így lőnék itt. Miért nem jutott hamarabb eszembe? Ez megint augmenting. Ibuprofent adját, ez szar. Ez Csaba. Olyan ügyesen ugrasz. Ezt látná valaki. Továbbra is Hozé. Világ össze staminája elfogyott. Szóvink, vagy milyen szóvink itt. Csaba, mit művelsz? Mit művelsz, Csaba? Ezek nem tudok oda felugrani. Gratulálok!
Rendkívül sikert arattál ugrásoddal. Olimpiai szám lehetne. Érdekes helyen lépkedek, de nem baj. Lábam közé vettem. Hát erre már valaki volt nyitva, van a zsiguli. De hát, hát ha lehet olyan út, amit ő nem vett észre. Mint például az a asztonyét. Army. Ananász lé. Katonai ananász lé. Kettő is. Cső, Levi. Szép estét. Jössz játszani. Semmi különös. Most kérdezte, nem volt kedvem egyedül játszani. Azért is kérdeztelek. Ta 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 ta. Kidobjuk azt a... Hát csak először healelünk. Nyomjuk a skillt fölfele. Aztán jön a vodka. Itt is szokott lenni cucc. Ott nincs. A talicskába. Felakadtam a talicskába. Akkor hol válaszolsz? Egy felbontott konzerv. Egy jó felbontott konzerv, sose rossz. Jó, vaz. Fuse. Egy jó fuse. Na, ez talán nem olyan drága. Elakadt! Jó szar fegyver volt. Már elakadt. Annyi stringünk lesz, hogy azt a kutya mindenét. Iskra. Ami azt jelenti, hogy egyébként alig férek el. Flash-es killek se kell, de azért itt flash-elünk. Jungle baby, baby. Legalább lett egy jó sisak. Noxer elhagyta a szervert. Há, szomorú. Szomorú dolgok ezek, amik történnek a világban. Na, ha rájössz, akkor válok szeretettel. 46 ezerbe kerül, azt a mindig.
51 ezer, az, az teljesen jó lesz ez a raid. De gazdagok leszünk. Meccsáltad a Tarkov Shooter Part 1-je? Na, gratulálok. Folytathatjuk, ha gondolod, bemeltünk Woods-ra. Vagy nem tudom, a többit Woods-on kell csinálni. Már nem emlékszem. Szerintem drága. Nem tudom, ez drága-e. Mindegy, nem foglalkunk vele. Jó, jó. Válok. Hát ez 250 000 volt. Na, kíváncsiak, belehallgatunk egy csajnak a lejátszási listájába. Hogy is hívnak téged? Jó. Nyilvános műsorlisták. Hát akkor Twitterről nézzük, mert Spotify-on nem találok. Ez csak egy szám. Jó. Akkor meghallgatjuk. Remélem, hogy nem... Nem tudom, mit remélek, fogalmam sincs, miről beszélek. Hú, elfáradtam. Semmit tevésbe. 6 órakor akartam kezdeni a streamet, de... Aztán rájöttem, hogy streamet nézni szeretnék. Aztán letettem mindenről. De még abba hagytam bármikor. Rossz helyre raktam! Ó, hogy lehetsz ilyen szar, Csaba? Rossz helyre pakoltam. Nézzétek meg, a két szotosok közé raktam az egy szotosokat. Azért ez az hatalmas nagy probléma. Vegyél körül, bocs! Lehet, hogy adakozunk. Halló! Szervusz, Levi! Szervusz! Hogy telt a napod? Hát... szarul, igazából, összességében. Felcsesztem magam reggel, mert van egy olyan órám, ahova meg kell csinálni ilyen tesztet, hogy részt vesz az órán, és megcsináltam, és nem regisztrált a rendszer, úgyhogy ott derült ki, aztán mert jöttem haza egyből. Oh. De azon kívül jó. Legalább nem voltam benne. Az is jó végül is. Minden nézőpont kérdése, ugyebár? Így van. Ahogy mondod. Meg hát megcsináltam azt a szart. Nem olyan rossz legalább, szám az. Így legalább meglett a kettes jéger, és tudom fejleszteni tovább a hideoutot. Szuper, hát akkor legyen ma meg a hármas jéger. Uha. Az odébb van. Hé. Jó van, megéri. Jó,
egy eagle is kell neki. Oh. Kinek? Daily quest. Yeah. Kettő kite-ot meg egy ezért kért, de 7000 XP, egy AKM, egy kék lézer, meg nem tudom micsoda. Uh-huh. Úgyhogy nem olyan rossz. Hát neked az XP a lényeg. Meg nem éri, de ja. Te van kedve, csináljuk amúgy ezt a... ...izét. Igen, tovább nem tudom, fejből nem tudom mit kell csinálni, meg hogy ott kell csinálni. Lábon kell lőnöm, de nem olvastam, vagy nem tudom, most még nem olvastam el, de alapvetően lábon kell majd lőnöm valakit. Vagy lesz keveke. Azt hiszem, azt tök mindegy, hogy hol csinálod. Szerintem is. Csak hogy azt nem tudom, ugye megnézem, hogy meg is kell leölnöm. Úgy van, hogy... hogy egy láb is beadja. Szóval, hogyha egy kevet háromszor lábon lősz, vagy ahányszor kéri, akkor az már jó. Oh. És aztán fejbe lőheted, és akkor az a quest is egyel több. Igen. Szóval, hogy... ja, három láb, egy fej. Vagy kettő fej. Na, kettő. Hát akkor igazából, hogyha ügyes vagy, akkor kettő darab skevvel meg lehet ezt küldi csinálni. Ja, mondjuk tényleg lehet Woodzon kellett volna csinálnom az előbb is. Ez kicsit barátibb, mint a Customs. A Customs-ön csináltad? Azért, mert ott tudom, hogy pontosan hol vannak a skevek, csak ugye ott nehezebb nagy távolságot szerezni a skevek ellen. Vagy hát, ja, hogy szóval ott vannak olyanok, ahol csak közelről tudod lőni. Vagy... ja. Értelek. Hát kétszer úgy meghaltam, rám futott egyszer egy hármas team, egyszer egy kettes, miközben a skeveket írtottam. Hát nagyon jó volt. De csak VPO-val mentél? Nem, Mozinnal. Ja, Mozinnal mentél. Ja, de most már nem kell Iron Sight, úgyhogy most már lehet VPO-t hozunk. Mert ez nem volt action, mi? Mi? A Vapor Hunter az nem volt action. Nem. Vagy az is volt action? Nem. Aha. Akkor van olyan VPO, ami bolt action? Vagy az igen. Hunter, vagy az hogy hívják? VPO kötőjel 215. Jégernél tudod venni. Hogyha feloldodott már nálad. Mindjárt megnézem. Ja, egyes jégernél van. 18.000 rubel egy olyan fegyver. Tárat is tudsz hozzávenni 1-es Jägernél. Úgy néz ki, mint egy légpuska. Igen, látom. Lőszert pedig... hát... AP lőszert ajánlanék, mert... az jó. Ha nincs AP lőszert, esetleg kisegíthetlek is vietekből. AP-m nincs is. Ja, de van, várjunk. Tudok venni. Szürke. Ez a TKM AP. Igen. Van olyanod? Vagy van Flynn? Hát Flynn is tudsz venni. Ott tudok, igen. Azaz kurva jó az a lőszer. Hatalmas. Tudok tárat is venni kettes égernél, de olyan lehet, hogy igen. Van mondjuk. Hatalmas hússebzése van. Uh-huh. Csak hunteresek vannak, úgyhogy veszek tára. Ezek hányas tárak? Négyesek. Akkor ebből kell vagy három. Hát figyelj, nem tudom. Én egy, hát összesen három, a fegyverrel együtt hármat. Összes, igaz, van egy a fegyver, meg kettő külön. Én úgy szoktam hozni. Ez a... aha. Ja, úgy igen. Ez az TKM APM, ez jó? Vagy az ez nem az az AP, ami kell? Az. A legjobb őszerre. Abba van. 90-es hús damage van. Az nagyon jó. És 60 armor damage van. Az nagyon jó. Még az ötös armort is átviszi. Vagy hát majdnem. Uh-huh. Ez nagyon jó. Tényleg.
Szerintem hozd be nyugodtan azt a 40-et. Gammát, vagy a doboz, mi az? Pouchba, aztán van valami, akkor meg töltögeted. Ezt tudom javasolni. Sőt, én javaslom a szupresszort is a fegyverhez, hogy halk legyél, de igazából rád van bízva. Uh-huh. Tudok neked szupresszort vinni, ha erre van szó. Van, köszi. Pár. Vagy hát szerzek hozzá. Jaj, tökölök, mert nincs olyan Elkán szkóp, amit akart, vagy nem is Elkántak, ja, de. És akkor melyik napra szeretném menni, mert gyors, akkor én is felöltözök. Hát jó a Wood, szerintem. Vagy hát, ha kell neked valahova menni, az is jó igazából. Neked kell ezen kívül, a láblövésen kívül Skev? Meg a láb, meg a fejlövésen kívül. Na, azt nem tudom. Na, ha gondolod, akkor... Akkor... Ugye én meg lövöm a fejlövéseket, hogyha te befejezted a... Ja, persze. A tekvesztedet, ha az neked megfelelő. Tökéletes. Hát én nem leszek túl jó gírben amúgy. Nem. Hogy? Hát egy... Nem tudom. Mondjuk nem rossz, de... Nem is jó annyira. Miért? Hát van mindenem, armorom, sisakom, csak szar sisak lesz rajtam. 36 HP-s armor. Ezzel csináltam a izét, az előző párt egyet, hogy ne veszítsek sokat, hogyha lelőnek, mert a második ilyen meghalós díj után nem volt kedvem jó gírbe bemenni egy izével. Egy... mi az? Mozinnal. Jó. Akkor én pedig... SVD-vel megyek. Halk SVD-vel. Távolra is tudok lőni, közelre is tudok lőni. Jó? Jó. Most teljesen jó lesz. Nagyon gyorsan itt keresünk egy ZB kulcsot.
Woodsra. Van pénz. Ó, mennyi szép izé. Jó. Ibuprofen. Egy kis innivalót kéne hozni. Egy kis kaját, nem tudom mennyire célszerű kaját hozni Woodsra. Ja, mondjuk javas. Hát, mert itt mindig van. Hogyha túléljük, persze. Azt vágod ugye amúgy, hogy... Vagy nem tudom, hogy te tudod-e, de... Hogyha szünetelt tartasz a tarkóba. Akkor a skilljeid visszafele fejlődnek. Aha, az király. Ki van ezt találva? Bent vagyok Woods délután. Oké. Okay. Hát ugye tulajdonképpen ez az alapján van csinálva, hogy ugye ha nem sportolsz, akkor ugye ugyanúgy leépülnek az izmaid. Tulajdonképpen ugyanez. Az képességeid leépülnek valóságban is. Hát jó. Nem vagyok. Oké, de azért ez egy játék, vagy nem tudom. Tehát... Hát jó, de hát meg van csinálva. Jó, nem rossz amúgy csak. Ha jó helyre spawnolunk, akkor lehet, hogy elleved a szkeveket, és kimegyünk kocsiba, amit szólsz. Jó, pénzt nem hoztam. Tudok adni majd. Ja, elfelejtettem, hogy ide is jó lenne pénzt hozni. Basszus, akartam foglalni időpont a Borbélyhoz. Gondoltam ilyen február, vagy március 11-12-ére értett, hát az hova, hol lesz még? Több mint 10 nap. Aha. Következő szabad időpont március 22. Aha, az... Ez kellemes. Ja. Akkor majd megbeszéljük vele. Most olvasom itt a híreket, hogy milyen hosszú konvoj közelít Ukrajnában Kijev fele. Hát ez már a hányadik. Nem tudom, szerintem ezek így... Nem, vágom. El vannak húszva időben nagyon. Nem, és lehet, értem. Hogy amúgy ugyanaz. 64 kilométeres konvojról beszélünk. Hát ez hosszú, eléggé. És már ő távolságba értek. Én nem értem egyébként, szóval, hogy azt a részét nem értem, hogy konvojról beszélünk. Nem tudnak egyesével leszedni gépeket, vagy most vadászgéppel, vagy valamivel a konvojt nem tudják elpusztítani. Hát egy 64 kilométeres nyilván nem, annak azért biztos van védelme. De hát volt az a felvétel, hogy drónnal lövöldözték a konvojt szét. De az valami, nem tudom. Hát csak nem értem, hát meg... hogy miért nem... Nem tudom.
előzik meg a bajt. Mármint, hogy nyilván nem egyszerű lelőni egy ekkora konvojt, csak így biztos, minden második. Biztos, hogy van légvédelme egy ekkora konvojnak. De nem tudom. Ha tényleg 64 km hosszan mennek, akkor... Ez gyönyörű távolság egyébként. Nem is tudom, mi van hozzánk képest 60 km-re. Ez még Szeged. Egy Kecskemét. Az egy durva egy olyan hosszú konvoj. Hát, ja. Hogy én csak azt furcsálom, hogy csomó ilyen felvétel meg ilyenek kijutnak, hogy milyen megfotolás lehet-e mögött, hogy nem blokkolják netet meg ilyeneket. Az oroszok, hogy azt nem semmisítették meg. Hát biztos szét, tehát most jó, az, hogy Elon Musk föllőtte, vagy hát fönn van a műholdja, és akkor arra a sugár, az azt nyilván nem, de hogy addig a többit azt meg lehetett volna oldani. Lehet ez is ilyen elrettentés inkább, hogy direkt nem. Nem tudom, én azt mondom, hogy legyen kint, legyenek kint ezek a dolgok, hogy elrettentő példa legyen is. Ja, igen, én is erre gondoltam. Mert Oroszországban meg ugye nincs ilyen, szóval Oroszországban hát azt tudják, hogy háború van. Sokan is. Ez így gáz. Ja, hát ez elég gáz. Scaff House mögött vagyunk. Ez jó hely. Ja, nem. Háá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 
Jól mondom, hogy ott vagyunk? Jól, persze, igen, itt van az a szikla, ezt felismerem. Balra jöhetnek nekünk, meg... Dobro. Nem nyugodtan nézted, azt oda mehetsz a ház közelébe. Átelep spawnoltak már szkevek. Befutok mellé. Nem nagyon kiabál senki. Visszajövök. Balra mentél? Vagy a folyó fele mentél? Jaj. Itt vagyok, veled szemben. Jó, jó. Szerintem amerre induljunk. Lézeredről jut eszembe, pont úgy lőttem volna a szkeveket, és akartam távolságot szerezni egy nyúgásznál, és látom, hogy kettő lézer ott van a falon, miközben én befele nézek, mondom, jó, meghaltam. És tényleg az új akna volt. Aha, tényleg meghaltam. Nagyon csalók, de amúgy meg... Jó dolog a lézer, szóval... Persze. Hát közelharcban hasznos. Nem azt kell nézni, hogy most vajon hova lő a fegyvered. Például, ha nagyon közel van, még rossz is lehet, ha szemedbe világítanak. Oh. Ez megint akna volt? Igen. Hát akkor Rick valaki van, meg... közel. Már egy perce. Csesztettem a beállításaimat, megint visszarakom 400-ra a lehető távolság. Hát, ha jobb FPS sem lesz. Á, Woods szar egyébként. Nekem nem rossz szerintem. A Woods, mint map. Nem jó, tudom, mitől függ. Tudod, nagyon-nagyon részletes, sok fű, sok fa. Ja, de úgy mondom, hogy nekem nem rosszabb az FPS, mint sokkal, mint máshol. Lehet jobb is. Aha. Nem tudom, én az ilyen nagy mapokon nem. Wood Shoreline. Ezeken annyira nem. Le
megyünk? Én nem megyek. Jó. Jó. Tiszta. De azért nem, azért jobb, ha egyedül jössz le, mert akkor... Valaki tud kint figyelni? Vagy nem halsz meg hát egymásnak? Be. Nem szólunk ja, be. Ja. Igen. Heal volt. Semmi extra. Mehetünk. Roadblocknál lehetnek szkevek, ugye? A autónál. Ez checkpoint. Bocs, igen, az igen. De igen. Igen. Nem tett eszembe, hogy rosszul emlékeztem. De... Aztán még lehetnek... Távolság kell neked, ugye? Ja, 40 méter. Mind a kettőnél? Igen. Mindegyiknél 40 méter. Ez a enyhén párás idő, ez nem segít. Ú, de megijedtem. De ez fatelep. Aha, ott is a szkev. Ott a bokorban. Hát csak szépen, csak szépen. Ja, közelebb megyek, mert ez nagyon messze van még. De lábom fixen nem tudom lőni. Szó zsévé. Szó zsévé volt. Plusz GV az azt jelenti, hogy vizuált valamit. Te nálad mondott valami? Aha. Az kemény. Valószínűleg nálad én... is, csak ugye a hallási távolság ugye. Ja, lehet. Felelősödött. Ja, tényleg ezt kell felejteni. És hova lett? Ő bement jobbra az erdőbe. Ennyire bemenne. Vársz egy kicsit, feküdj le a fűbe, akkor... Kevésbé látnak a playerek. Csak volna, hogyha hallod... Pokorba vagyok. Köszöntöm. Nézem neked a Scaff House-t fel, jó? Jó, kösz. Valami mozog a hegyen. Ja, Scaff. Jó. Hegyen? Hát dombon, ott előttünk a checkpoint mögött. Ja, ott is kell, hát, itt van a kerítésnél. Csak nem látom a lábát. Hát de akkor lőd fejbe, szart le a lábát. Valaki lövi. Nem őt lőtte szerintem. Csak mert elkezdett futni. Befut a házhoz. Nincsen staminám. Ezért is jobb, ha lefekszel. Ja, jogos. Igen, lábon lőttem kétszer, engem lőtt, ja. Na nézzük akkor ezt, hogy tényleg... Nem látom. Aha. Kétszer lábon lőttem. És meghalt?
Nem. De lő engem a köcsög. Csak nem látom honnan. Hát te még itt vagy a sziklánál, ugye? Ja, te futsz vissza. Én, ja. Na figyelj, mehetünk arra. Ő nem. Majd kijebb jön. Tankd össze magad, ha eltalált. Rám lő most szerintem. Hát ez nem is ő szerintem. Lehet player amúgy. Fejlődik ide a másik sziklához. Szupresszorra hoztad a VP-ot, nem figyeltem. Szupresszorra le? Akkor azt nem hallja meg senki. Na jó, csak te jövök. Van egy szkev a kiáratnál, az EB14-nél. Menj azt visszafele. De nem tudom, hogy itt meg tudnád-e azt a távolságot lőni, mert ugye itt bent van a bokrokba. Megnézem. Az a bunker, ahova lefutottunk az előbb. Aha. Az a 14. Te jössz ide, ugye? Aha, igen. Látok egy másikat az út közepén, azt inkább azt lövöm. Hát jó. Lőd meg lábon, hát nem szad el. Aha. A láblövés megvan? Nem tudom. Nem. Elszalad, aha. Mehetünk közelebb. Az baj, nem akarok én elől menni, mert persze. Én elövöm azt kevet, hogyha nagyon közel van. Jós, veszek fájdalom csillapító. De ezt itt, ha van itt szkev, azt nyugodtan lőd, mert az nekem se lesz meg a 40 méter, ha itt van. Jó. Itt nagyon közel volt. Ez a Scav House-nál van ez a PMC valószínűleg, ugye? Nem. Ez messze. Bent van balra. Az bent van a izé. Fatelepen. Nagyon furán hallom akkor a hangokat. Na mert Scav House előttünk van közvetlen. Nem, a kicsi izé mellett gondoltam, a kis bódé. Ah, annál távolabb van. Ó, több is. Fuss, ilyenkor fuss hátra, tartsak a távolságot. Próbálj meg fa mögül kipíkelni gyorsan. Jaj, azt csinálom. Már előnek ezek a tetvek nagyon könnyen. Na jó. Eltalált? Persze. Nem fejbe lőttem szerintem. Jó, van mindegy, hát lesz még itt szkep, hát... Persze. Hátrálj ki. Csak össze kell raknom a kezemet. Itt mászkálok, hogyha hallasz valamit, akkor majd lövöm. Akkor mit kettő halt? Ja, nálam sétál valami. Né. De vagy, jó. Most itt egy picit hátrébb vagy. Hátrébb jövök. De hol lesz kell? Ja, egy a Scav House-nál van.
Scaff House mögé, befutott Scaff House mögé. 1000%. Ja, látom. Most már nem látom, mert a domb... Van itt pár azért. Hogy van a domb mögött. Na, hát akkor több lehetőséged van. Van itt egy a domb előtt is. Ott ja, az ide jön a szikla mögé. Meglátta a társát meghalva. A fejbe lőheted, ott Google egy helyben. Ez biztos. Na, engem jött észre. Kettő van. Hát ez se lesz meg a 40 méter. Mert... Szávja. De. Ja, nem volt 40 méter. Nem. Nem. Mindegy lesz akkor még. Ja, a Scaff House mögött. Nem. Meddig lehet köbbe kifutni, amíg nincsenek aknák? Észre fogod venni. Nem, amúgy ki van táblázva. Meg ki van táblázva, tényleg. Itt ki van táblázva. Befussak oda, beagrózzam, azt kihúzzam őket. Mondom, ez itt van valahol közel. Elfutok oda, ahol spawnoltunk, hát onnan rálátok, mert egy jól láttam a domb mögött volt. Kijött egy hátsó kiáltam, kijött egy házból. Jó. Fenénk jön. Itt a... Túl közel vagyok szerintem. Arra jön, amerre spawnoltunk. Ja, a láb az megvan. Célozni tudnék, az jó lenne. Visszafutok abba az irányba, ahonnan jöttünk, ha hallasz. Jó, hallom, hogy ne hallanak, persze. Itt mászkálok. Itt vagyok mellett, egy jobb kezed felett. Jaj, hallok. Hány fejes kell? Kettő? Aha, kettő kell. A lábak megvannak. Szerencsére. És meghalt, ami itt volt? Nem. Visszafutott a házba. Miután lábon lőttem. Hol dob... Ó, beszélek, amúgy itt dobta ki a parton. Látod? Aha, látom. Igen, megnézem, odafutok a Scaffre, befutok rá, mit szólsz? Jó. Okay. Jön ki, elől kijött. Ja, látom, köszi. Egy. Megnézem, beadta. Akkor még egy darab headshot kell, és van elvileg még egy sárga ruhás Scaff. Hol? A házban, szerintem. Na, rám megyek. Rávegyek azt hát, ha nem halok meg, de... Lehet a domb mögött van mondjuk, amerre futsz, nem tudom. Van bent, topog. Ja, hallom. Kijött elő. Megvan a quest, köszi. Zsír. Oké, és jövök ide hozzá. Jó. Gyorsan töltök ammót, mert nem tudom milyenek a táraim. Üresek.
Na figyelj, akkor szépen menjünk ki. Jó, elég sétálni is. Maximum, ha közben találunk valamit, akkor megnézzük. Legyen az player, vagy bármi, jó? Ja, jó, persze. Igen, roadblock. Hallottam valamit, de szerintem csak téged. Én is, előbb, de lehet én is téged. Azért is néztem így hirtelen a falat, hogy mondom, kint mászkál valaki? 19 perc van hátra, majd 20, ilyenkor már szkeplérek lehetnek bent. Nem volt SVD lövés, ugye? Nem, szerintem nem volt. Akkor nagy esélye nem volt. Sturman. Akkor lőhettek szkevet? Persze. Jó, mehetünk, megvan egy headshot. Megnézhetjük az autót. Másik sisak van rajtam, jó? Jó. Fehér. Ugyanúgy flexis, csak fehér. Én tudok. Ez az jó kis lihegős karakterem lett, mert levettem a sisakot egy kicsit. Nem gondoltam volna, hogy tetszeni fog ez a VPO, de amúgy tetszik. Eddig. Egy időben nekem se tetszett. Boti használta sokat. Ott egy scout ott fut. A player, bazd meg. Erdőben? Ah, szembe. Lefutott. Melyik irányba? Fatelep fele vagy? Szembe. Full szembe. F5 táskája volt. Ez mond valamit, nem mint a trizip. Most már mondom. Eddig nem mondott semmi. Á, lehet rá kellett volna lőni. Szerintem megnézte a kocsit, van-e izé keycard benne. Hát
Azt megy kifele. Gondolom én. Hallod a lihegésemet? Nem. Az elején hallottam, aztán beveted a fájdalomcsillapítót, soha nem hallom. Ó, oh, bazzeg. Te hallod? Az a baj, nem volt tiszta a célpont. Elsőbb szkevet. Ah, mondom, előbb van fejét, ez egy szkev. Feljöttem itt erre fölfele. Jó, láttalak. Majd adok lőszert. Ja, veszek majd, köszönöm. M4 lőszert. Ja, M4 lőszert. M4 lőszert. Hát ki kéne tartanom addig a fegyvert, amíg el nem fogy a staminája. Vagyis a lélegzet visszatartása a karakternek, és akkor megjavulna, de... Ez a falu környékén van? Ez a rövés, ami most van. Aha, jó, ez messze, határozottan messze van. Léjjel szembe. Keplia. Halt. Szép. Jó, hogy ez ilyen közel volt? Na. Jó. Nem vettem észre, csak annyit láttam, tudod, hogy így a képernyőm széles sötétedik. Ha közel jön egy golyó, vagy valami ilyesmi, gondolom. Nem kell már kés, ugye? Nem kell. Nincs nála szinte semmi. Ugye csak beleraktam a pakitjébe valamit, az a sweet, de... Várjál, már ott van egy scav. Ja. Lol. Hallom! Hallom, hogy mászkál valaki, mondom, biztos te vagy. Pakitjébe bele nézel, jó? Ha, köszi. Akkor van. Lehet lelőttem, nem tudom. Csak belelőttem egyet a... Fajzébe. Lombjába. Na voltan! Ja, most már lelőtted. Jó, de muszáj. Kivárnom, hogy headshot legyen. Jól látom, hogy ez nem olyan lőszer, mint amire gondolok. Ez szabad lőszer, oké. Okay.
mint a pornófilmben lennék, valószínűleg annyit lihegek. Annyit a karaktert. Valaki más is bokrozott, nem csak te, ugye? Vagy nem? Lehet, nem? Nagyon rosszul hallom a hangokat amúgy. Ja, feltűn már, de annyira nem vészes. Legalább hallod. De nem tudom miért, már mint általában jól szoktam hallani minden játékban. Jobban, mint mások vagy többiek, akikkel játszani szoktam. Ó, ez egy pisztolylövés volt. Megálltam kilihegni magam. Jó, itt vagyok a lefekvésnél. Te jössz ide, ugye? Én. Voice beállításokat. De... tudom. Scap. Valahol előttünk. Látom. Balra futott. Tovább futott, igen. Lefeküdtem. Á, nem akarok meg. Okay. Lesz itt még. Az a lihegés. Hát én szerencsére nem hallom. Jó. Jó. Jó, már roadblockja. Majd odafigyelve megyünk, jó? Nem megyünk ki a lukból, nem megyünk, és akkor... Jó. Véletlen most is van valami. Itt egy hidden, de ezt már nézte valaki. Belenézek azért, semmi lootom nincs eddig. Nem lett több. Na, szerintem valószínűleg jár előttünk itt. Te futsz, te. Én. Valószínűleg van előttünk egy scap player. Az előbb volt egy pisztolylövés is. És egyik scabnél sem volt pisztoly. Lenézzünk ide is, jó?
Oké. Jövök én is. Már ezt lootod. Mint egy motor. Oké, király, az úgy is kell. Kell. Aha, állj, de outhoz. Adok egy másikat is, jó? Ja, jó, köszi. Nem szűrő kellene. De ez nincs, kidobtam. Az a filter? A... Az, hát a kék. Jaja, igen. Ja. Ráfogunk a másik idejre. De igen, itt hemzsegtek a szkevek ezen a téren, ezen a kis völgybe. De komolyan, szóval, hogy rengeteg szkev van. Mindig ide jártunk szkevezni, hogyha budzon kellett valami quest, akkor vágyt a szkev, akkor... Jaj, értem. Szigi. Igazából lófasz nem volt benne. Ebből a 366-os ammóból a FMI a szar. Aha, hát én azt mondom, hogy ha tudod, akkor csak az izét használd a... az AP-t. Aha. Tudod craftolni workbench-en is egyébként. Nem is drága a craftja. Szerintem. Azt hiszem 100 darabot be tudsz bele craftolni egy alkalommal. Hát ez bőven jó, mert ebből sokat nem használ az ember úgysem. És... annyira sokat. Megmondom őszintén, nem tudom hirtelen mi kell hozzá. Craftoltam már nagyon sokat, mert én azért ellövöldözgettem. Mert ugye van olyan fegyver is, automata fegyver, nincs a játékban, ami ezt használná, úgy rémlik. De van single fire fegyver, de... AR. Tudom, biztos láttad már ezt a... Mert ugye ez is VPO, az meg... Nem tudom. De biztos láttad, na úgy néz ki, mint egy AK, csak nem az. Aha. Na. Igen, tudom melyik az. És az is ezt a 366-os, vagy milyen lőszert használja. Az is jó egyébként, mert tulajdonképpen jó a lőszer. Nagyon halk az is. Az faszán, azt is ugye úgy lehet modolni, mint egy AK-t. Uh-huh. Á, nem volt egy torax lövésem amúgy. Mindegy, így is 4 headshot. 4000 XP. Ja. Ez a PMC még jó lett volna az. Na mindegy. Kevesebb, mint 25 méterről PMC bolt action-nel, az vicces. Hát... sok sikert. Hát köszönöm. Factory. Nem szeretett Factory-t, ugye? Hát van egy halom köztem oda. Nem tudom, hogy szeretem-e. Közben egyszer voltam rajta. Már csinálhatjuk ezt hétvégén neked ezt a questet. Mert hát, amúgy, hát ezt a 3 PMC-set. Ja. Mert amúgy ja. Szerintem az
így kurva nehéz így a első vibe-osként szerintem. Az igazából így nem tudom. Nem, ez egy szopatós quest igazából, hogy is fog, hát az, ja. Nem egyszerű. Hát nem, igen. Vagy, ja, érzetre legalábbis. Most nézem, hogy nincs is nálam normális heal. Más questet nem adott? Más nem. Szomorú. Ez kurvára szomorú. És mit szeretnél csinálni? Mindegy nekem igazából. Na, de mindegy. Tudom, mindjárt nézek questeket. Rengeteg factory van, szinte. Hát azon kívül van interchange, meg shoreline. Három shoreline-on. Shoreline-on be kéne menni? Már a resortba? Aha. Nem hiszem. Ez egy, mindjárt mondom. Az egyik shoreline, az a, ugye a szanitáros, de azon kívül meg a... Hol van a másik? Hát akarod, visszajöttünk Woodsra és hozol egy shotit. Tudod, mert a Punisher-hez kell a shot is. Quest is. Ja, igen. De hol van a Punisher? Azt nem találom. Prapor adja a segítség. Inkább úgy nézem, csak így a listában kerestem. Ja, Woodson 10 kev. És ennyi, hogy... Ja, meg a shoreline-on ugye a 10 PMC. Igen. Üzébe. Nem tudom. Hát, akkor legyen vagy Woods, vagy Shoreline. A kettő közül már mindegy közelből. Szerintem. Szeretnél shotizni? Hát, muszáj lesz egyszer, úgyhogy mondjuk, hogy igen. Jó. Mm, akkor... Nem tudom. Építsek neked egy shotit? Egy faszát? Hát építek én. Vagy megpróbálok legalábbis. De ez csak scavre kell. Hát tudom. Nyilván nem árt, hogyha nem teljesen szar. Hát... Igen. Azért is mondom, hogy nem tudom, te mennyiért építesz shotit, vagy mennyiért tudsz össze... Mert amúgy így az elején az is célszerű, hogy összeraksz csak egy sima shoti, raksz rá valami ízét, arra vagy nagyon hangos. Mondjuk ez is addig értelmes, az a suppressor is, amíg ugye úgy tudod elni a szkeveket, hogy ők ne lőjnek vissza. Mert ha visszalőnek, akkor kurva hangos akkor lesz. Akkor már mindegy, igen. Csak akkor már majdnem, hogy mindegy, ja. Ez a 5901 a 12G a Pump Action Shotgun, ez kell? Hát, én azt nem használnám a helyedbe. Ha csak ja, annyi, hogy 12... 133. Ja. Én 100, hát úgy van, hogy a 155-ös a legjobb. Uh-huh. Ja,
Olyanom nincs. 153-asom van. Ezt add el. Jól látom. Mármint, hogy nem úgy, hanem, hogy nem tudok venni. Ja. Ja, de tudok, hülye vagyok. Na, ha gondolod, akkor én építek neked egyet. Legfeljebb, hogyha van valami, akkor majd becsorom előled a lootot, vagy valami. Nem egy drága fegyver. Egyébként. Hát, 150 ezer mindenestől. Megnézem, mit tudok kihozni belőle. Mert tudod, volt az a shotim, amivel lőttem a playereket customs-en. Ja, igen. Az nem egy izé. Csak ugye így, hogy nálad nincsenek meg a normális szinten a traderek, így azért nem mindent tudsz megvenni hozzá. Találtál már akkor olyan shotit? Aha. MP155-öt? És most a Edit Weapon Presets-be vagy? Igen. Célszerű, ott bal alul lesz egy, a csövet kicserélni olyanra, hogy MP133 cső legyen. MP133 12 GA 8 Shell. Mert ez a legjobb cső. Aha, mondom, megvan. Megvan? Igen. Szuper. Aztán, ha nem akarod túlzásba vinni ezt a shotikra, üzét, shoti várjál csak, mit mondtam én neked? 150, hanyat mondtam neked? 3. 12 GA8 shell. MP133. Jó. De 153-as, 155-ös a shoti maga. Igen, az jó. Ja, van rá szupresszor is, valami rohadt nagy. Ah, jó, 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 az a shoti. És akkor 133-as csövet mondtam, ugye? Igen. És erre illene venni mondjuk egy olyat, hogy a cső végére egy az egy cilinder. ME cilinder, 12 GA. És rá mondjuk megvan. Egy hexagon szupresszor. Ja. Aha. Ja, az kisebb, mint a másik. És akkor ez is szupresszált. Ja. Meg itt a tudsz rámenni egy közel ilyen mi ez? SPRM rail mountot. A ravasz, az első billentyű fölé. Megvan. Scope-ot is raktam rá, csak a kobrát, de hát úgyis nem messzire lövök hát vele. Hát vagy szóval. Kobrát, vagy holót rakjál rá. Igazából nem lesz egy túlságosan jó fegyver, de ha csak érted így, ha valószínűleg meglátják, akkor esetleg a szupresszort viszik el. Ja. Ha olyan van. Viszont annyi, hogy lőszert, viszont milyen lőszereid vannak shotihoz? Van-e egyáltalán lőszered? Nincs, nem tartok shotgun lőszert, illetve egy van. Mert vagy olyat, hogy AP kötőjel 20, olyan kéne hoznod, de valószínűleg olyan neked nincsen. Jól gondolom? Pillanat. Csak most éppen flea marketen vagyok. Jó. Ja. Nem tudok valami rizét venni. Mit? Azt a railt nem tudom megvenni hozzá. De mi? Jäger kettesen lehet kapni. Lehet, hogy valami quest oldja fel. És trédelni? Nem tudom. Mármint, hogy így rákeresek free marketen csak simán a nevére, akkor nem.
nem dob ki trédet, nem tudom, hogy ezt különbe kell leállítani, vagy hát milyen. Fönt, ha frémált, nem tudom, hogy van neked beállt. Frémáket fönt van egy olyan, hogyha, hogy exclude bartering offers, ki tudsz egy ilyet x-elni ott felső sorból. Igen. Mert ha ki x-ed, akkor a elérhetői válnak a csere. Hát trédelni se tudok, ja. Jó, akkor... Nem tudom. Akkor most az a probléma, hogy nem tudom, hogy... Várj, akkor másik lehetőség, mindjárt mondom. Csak megkeresem a shotit. Mit is mondtam? 155? Ja. Ja. Megvetted már? Már igen. De mindegy igazából. Ja. 155. Akkor már csak abból kéne kiindulni, hogy 155. Ez a rail az mihez kell amúgy? Mármint, mit csinál az a rail? Hát arra akkor a scope-ot, nem? Rámegy a scope. Rá? Uh-huh. Rajta van. Akkor jó. Hát jó, ja, én nem jó. Tudom, mit akartam még. Ja, jó, hülye vagyok. Vagy nem? Nem, én szerintem az... Nem. Meg esetleg egy gyűrűt vehetnél rá, meg egy lézert, hogyha... Nem tudom, ez csak az én hülyeségem. Nem tudom, ja, te hogy játszol. Az az a rél, amit nem tudok rá. Várjunk. Van egy ilyen gyűrű. Jégernél lehet venni azt is. Ilyen... Nem tudom, hogy a Jégernél. Egyes... és kettes Jégernél. Delta Tech Sprout Mount for Pump Action. Szerintem az rá kell, hogy menjen. Delta Tech. Kötőjel a Delta, kötőjel, és utána a Tech az csak K-val Tech. Ja, hogy Tech. Aha, abból tudok venni. Elméletileg annak talán jónak kell hozzá lenni, de nem tudom, mert én ugye nem próbáltam, mert máshogy volt, de az a shotikhoz jó. Már megnézem. Nem bázak, a shotit vettem. De ma... Várjunk. De maximum nem raksz el lézert, szóval... Ja, az kell a... Szóval ahhoz kéne az a rél. Az ultima. Ja, ultima, az már ne menjünk bele, azt már hagyd, akkor hagyd el. Akkor hagyjuk azt. Akkor maximum nem hozol izét. Akkor nem hozol... lézert. Ja. Hozok neked 40 lőszert, jó van? Jó, oké. Okay. Hozzak többet? Okay. Nem, annyi elég lesz szerintem. Nem az csak, hogy nézem, vagy nézem, hogy milyenek vannak, hát... 12 per 70 buckshot, ilyenből van 20 nálam. Ennyi, nincs shotgun lőszerem. Abból a magnum az, ami armorra nem jó, de minden húst visz. A fletchet az ilyen nagyon köztes, elméletileg a fletchet az nagyon szokás aprítani. Azt de használtam mondom, az is, alma is. Fletchet, azt. Olyat nem tudok még venni szerintem. De ha vegyünk a kobúzra, akkor viszek be neked lőszert. De miért hozná? Magmat? Én? Vagy? Én nem, én olyat, amit nem tudsz megvenni. Ja, jó, oké. Okay. Olyat, ami nem szór. Szóval ezzel, tudod, ez mi ez? Hogy mondják ezt? Slug. Slug, aha. Jó, abból kettőfélét tudnék venni. Gondolom szarok FTX, meg Poleva Slug. Ja, nem annyira jók. Szerintem. Gondolom. Na mindegy, rakok folyadékot. Vagyis a faszom se tudja, hogy rakok a folyadékot, mert nincsen. Mindjárt veszek egy marit.
Megint drága az akvamari. Ó, én délelőtt vettem 10 000 érötet. Az jó. Az nagyon jó ár, szerintem. Ilyen 18 szokott lenni. Hú, de geci, nehéz vagyok. Azt mondom, hogy milyen sisakot hozzak, mert ami előbb, ugye, előbb behagytam a sisakot. Nem tudom. Nem akarok világos sisakot hozni. Kell egy perc szünet nekem, ha nem baj. Nem baj. Pillanat. Unom ezeket a zenéket. Itt vagyok. Bocsi! Akkor irány húdsz. Oké. Soti mellé behozzom a VPO-t is, vagy nem tudom. Ahogy érzed. Hát... Én nem hozzám be, mert azzal magad alatt vágod a fát. Vagy, hogy mondjam, szóval, hogy nem tudom. Most ugye PMC-t kéne ölnöd, szóval... Nem, Skevet. Na, Skevet kéne ölnöd. Ja. De érted, szóval, hogy akkor ölni kell a Skevet. Jó, akkor nem hiszek. Ja. Közel kell hozzá menni, meg amúgy teljesen messzire is jó. Szóval így, hogy slagammo. Így. Hatásos lesz. Na. Inkább abban reménykedj, hogy lesznek szkevek. Mert most is azért nem valami sok szkev volt. Bejöttem 10 órán délőtt. Bent vagyok. Úristen. Akkor üres most a fegyvered, ugye? Aha. Ha leszpónolom, kidobom a táskámat, abból kiszedem a lőszert. Oké, köszönöm. Én azt javaslom, hogy gammázz le, vagy mi az, rakd a pouchodba, és mondjuk ja, egy... van neki hely. Betöltesz mondjuk, telirakod a fegyvert, meg hagysz még mellette a pakitetbe, vagy a rigetbe, hagysz még mondjuk egy 10 darabot kint, 8-10 darabot. Jaja, persze, ezt hogy tudjak tölteni. Ja. Nem az, hogy olyan értékes a lőszer, nem azért mondom, csak ugye nem tud megvenni, addig... Jaja. Ezt is le tud craftolni egyébként, ennek is egyszerű craftja van a workbench, vagy nem tudom, hanyas workbench-nél van. Az egyik, az AP20-at, az
4 darab HDD kell hozzá, meg azt hiszem 1 darab piros gunpowder. Aha. Majd megnézem. De ennek egy, mondom, el kell találni. Ha eltaláld, akkor sebez. Jó, király. LOL! Na. Történt? Streamet néztem aztán. Pisztolla hülyéskedik Landmark. Ő egy amerikai streamer. Ja, ismerem, persze. Custom zone is pont bent volt a... Hát Fort, vagy Bossos, vagy ki minek ismeri. És amikor beért pont, akkor valaki elkezdett gránátvetőzni az emeleten, és felszaladt rá, azt a csákánnyal leütötte. Az igen. Na, nagyon hangos amúgy is ez a... Annyi nem hangos igazából az a gránátvető. De ja. Inkább ott hangos, ahol becsapódik a lőszer. Ja, hát ott gondolom. Ráfrissítek már ukrán hírekre. Kíváncsiak, mik történnek. Te hol nézed? Vagy így mindenhol? Hát, nem tudom, igazából ma bent hagytam a Chrome-ba egy indexes cikket, és akkor állandóan frissül. Uh-huh. De fenntartásokkal kezelem azért, szóval... Ja, hát muszáj, sajnos. Na, és éppen beszéltük a konvojokról, és írják is, hogy az ukrán légierő bombázza a konvojokat. Az, hogy kb. Az első nap elején mondták, hogy nincsen ukrán légierő, mert megsemmisítették. De hát akkor nem. Nem egészen. Hát... Nem tudom. Nem tudom, hogy ebből... Most nem tudom, hogy végül kaptak-e vadászgépeket egyébként. A... Különböző országoktól. Már minthogyha a lengyelek vagy valakik adtak volna. Úgy rémlik, hogy... Bazzik, esik az eső. Itt vagy, Levi? Szerintem akkor most ment el a hangod Discordon. Nagyon rossz helyen vagyunk. Kidobtam a táskát. Most elvileg hallanod kell. Ja. Most jó. Jó, itt vagyok. Itt a táska melletted. Szedd ki, ami kell. Teljesen, két különböző van benne. Teljesen mindegy, melyiket töltöd, majdnem egyforma a kettő. Egyet alulról tölt, a többit felülről. Uh-huh. Jó. És ugye ez nem pump action, szóval nem fog tölteni a shoti. Ha jól aha, tudom. Jó. Az azért elég szar. Úgyhogy én nem szedem a pump action shotikat. Ja, semi-automatic. Nem tudom, hol vagyunk. Ruhafogadok. Ja, igen.
Az a nagy kérdés, hogy merre megyünk. A kembe lehetnek izék, nem? Ide, ha ebbe a kembe menjünk? Jó, mehetünk. Már PMC is lehet, nem? PMC másik is oldalra. Lehet. Mehetünk oda, ha akarsz, mehetünk. Nekem ott kell PMC-t ölni. Nagyon rossz idő van, ilyenkor nem sokan maradnak amúgy a raidbe. Nem sokan maradnak ahol? A raidbe. Ja, kimennek egybe? Hát, ilyenkor nem szeretnek szerintem sokan benn maradni. Hát mondjuk vagy, megértem. Vagy nem... Vagy nem aktívkodnak, nem hallott a másikat, ez a baj. Hát jó. Be tudsz kúszni. Ó, azt nem is tudtam. Be is kúszok. Hallottál ezt kevet? Nem. Az a baj, én sem. Hát, közel vagyunk. Ja. Ugye bármit hallasz, szólj. Jó? Jó, vagy, persze. Vagy lőj. Én itt vagyok a másik végébe. Nem tudom, valószínűleg jönni fognak a playerek. Van itt egy olyan quest. PMC-ket kell ölni. Szóval. Valahogy mások is kell farmolnia. Hát gondolom, ja. Svatelep vagy mi volt ez? Arra fele. Te közelítesz, ugye? Én bejövök ebbe a konténerbe, a hullákon. Golden Star. Na, nagyon jó. Rakd el. Elraktam pouchba. Te vagy itt, gondolom közel. Hát, veled szembe vagyok a pirosnál. Jaj, akkor ja. Igen. Én felismerlek, felismerem a testapírat. Valaki bokrozott. Én voltam. Kétszer is. Mit sétálok előtted, melletted. Ja. Most is? Most nem. Most? Én sétáltam csak. Jó. Ja. Tudod a konténerekni, nem? Igen, most vettem föl valamit. Te bokrosztál? Na. Konténerben vagyok továbbra is. Jó. Akkor itt van mellettem. Melyikben vagy? Főbejárat. Ja, Scav.
Akkor intézed. Itt vagyok bal oldaladon. Ja. Hát, mögötted van a scab valószínűleg. Igen. Ja, tény- jó, így közelebb ide érek, igen. Csak boom, headshot. Nem látom. Elveszett. Lát, téged láttak futkározni. Lőttem az egyik konténer. Itt van a konténernél. Konténer fele, amerre tudod. Én vagyok a konténerbe, szóval tőlem ne ijedj meg. De itt ahol jó. Van a maszkálok, itt valahol van. Velem szembe. Aha, jó. Itt valahol. Á, jobbra-balra kering egyébként. Meg fogod látni. Csak bátran. Vinni fogja. Igen? Ha ez nem scav szerintem. De ez scav. Ja igen? Ha, de nem láttam amúgy hol van. De messziről lőtt nagyon. Hát akkor messzire, akkor meg kell közelíteni. Ja, itt a ordít, igen. Ja. Akkor kifutatunk elől is, és akkor megyünk a dombra. Ó, itt van kettő is. Egy megvan. Hopp. Valam eltalált. De mondom, ja. Gyere közel. Töltsél, healelj, ezt menjünk közelebb máshonnan. Á, jön ő is közelebb. Jaja. Futsz kint? Ja, jó. Nem. Nem futok. Te lőttél most. Ja, de futottam kettő lépést, igen. Meg lett a scab? Meg. Meg. Visszajövök a kembe. Nem muszáj, fölhíláltad magad? Fel, ha. Hát akkor menjünk. Jó, mehetünk. Itt vagyok a hátsó kijáratnál veled szemben. A izét kilútoltad, azt a nagy sátrat ott, amerre nézek. Ja. Jó, akkor nincs beszél, akkor nincs mire beszélni. Akkor menjünk arra, amerre lőtted a szkeveket, jó? Jó, csak gyors iszom. Figyelj. Nekem is kéne. Csak IRL. Ja. Meg vagyok. A követlek. Jó. Nem, tudom. Követnélek. Itt vagyok a mezőn, fekszem a hullájában. Van táskád? Van, persze, csak teli van. Mert? Mert nála van, csak azért kérdeztem, ha nem hoztál volna. Meg a másik itt van a kőnél, most látsz? Nem látnak, bejöttem egy kőhöz, ilyen akármihez. Jó. Beton a szarnál vagyok. Közel a camphez vagy? Igen. Akkor itt vagyok, mert ide valam. Futok. Jó, látok itt vagyok, is. Itt vagyok, gyere. Menjünk akkor erre. Meglőnek, akkor ne visszafele kezdj elfutni, hanem cikcakba nyugodtan fussál felé, vagy valami, mert jó. Jön a gép! Ja. Aj, már megint.
Semmit nem lehet hallani, olyan jó. Én lefekszek addig. Ja, én is. Te is pont most fájdalomcsillapítószer? Így van. Megyünk jobbra, jó? Oké. Na hát kb. Arra megyünk. Jó. Vagy hát nem, de erre megyünk, erre itt a erdőbe. Itt ahol van ez a sátor. Tudod, majd arra megyünk. Nem. Jó felemész. Itt jobb kezed felől lesz a repülő. Bal kezed felől lesz ez a hegy vonulat. Igen. Szikla vonulat, és akkor... hegygerinc, vagy nem tudom, és majd itt szoktak szkevek lenni. Itt a ja, igen, vágom, megvan. De volt itt valami lövés. Szóval, nem kizárt, hogy van egy playerünk itt. Skev, beszél? Ezt most nem hallottam, én a szikla másik oldalán vagyok, jövök feléd. De most lemaradtam, de jövök. Jó, hallom. Ja, itt a sátor, jó, így már megvan. Lehet, hogy a Skev a másik oldalt van. Jó? Van még egy. Nagyon jó, ez tök jó. Legyen még több. Tudom, hol van. Ott... van. Van üres helyed? Hát nem sok. Van egy oroszlámra való? Hat szlop. Nincs. Vagy szenvedjek én vele. Csinálhatok. Itt van a campnél. Csak olyan helyen dobtuk ki, hogy lehet, hogy felveszem, amíg kidobsz. Akkor kidobom ott a campnél, a matracnál, vagy nem tudom. DVD. Ezt ja. Megiszom. Jó. Most már csak jobb dolgot tudok majd kidobni. Ha dobok ki valamit. De nem dobok ki. 6 slot, itt, ott, ott. Megvan, köszi. Most kelleni fog valami, ez 4 oroszlán. Intelligence vagy ilyesmi. Scav case. Az lehet, igen. Lesz még? Azt mondod, lesz még itt? Nem tudom. Készülj úgy, hogy lesz még. Jó, készülök. Ha nem gond erről, a Skevről ellopnám a mellényt. Elnyugodtam. Sima fekete mellény, csak tudok bele akkor pakolni. Te átjöttem a szikla másik oldalára. Hallok valamit, itt trappolsz. Engem. Nem tudom hol. Van Skev. De van még? Lehet nincs. Szerintem nincs, de tudom.
Hát most olyan döntés van, hogy hány szkep kell még neked? 8. Ja nem. 4, 6. 6. Nem tudom, hogy... Nem tudom, hogy merre menjünk. Vagy Scaf House Checkpoint, és akkor ki tudunk menni Outskirts-nél. Vagy visszafele is mehetünk. Faluba? És 50% esélye van kocsi. Aha. De nem biztos, hogy a falunál is van annyi Scaf. Igazából... Hát jobb ez az Outskirts, nem? Jó, megnézhetjük. Vagy biztosabb Scaf forrás. Á, semmi sem biztos. Csak az adó meg a halála, ahogy az egyik filmben mondták. Mondjuk, ja. Hopp, van sniper scav. Vagy valami ala. Ja nem, ott a sniper scav fönt. Ezt le tudom lőni innen? Valaki lövi a sniper scavet. Itt a play, lehet az player. Itt fut fák között. Kerülök föntről. Szép, meghal... előtted, szép, szép. Hát van társa, nem tudom. Granát! Föntről. Honnan? Szerintem a szikláról. De nem tudom. Gyors összerakom a gyomromat. Nem sérültél, ugye? Nem. Szerinted a társa? Nem tudom. Lehet nem sniper scavet láttam fönt, hanem playert. Amúgy. És akkor lehet, hogy tényleg fönn van. Nem tudom. Te lősz? Én, van egy player. Nagy táskába. Ő fut? Ő merre? Ki fut? Ő fut, én állok. Ő fut. Nálam fut. Lőjed, lőjed. Még nem látom. Szikla alatt van, ha jól hallom. Én grátozok. Te futsz fel egy tombra? Nem. Én állok egy helybe és rátozok. Megölt. Itt van a két cikla közötti folyosón. Nem tudom, hogy mondjam. BTGZH 9x21 mm. Ő kapta? Tudom, szerintem egyszer minimum eltaláltam.
Valaki halt. Jó. Nem tudom azt, hogy mi volt rajta sajnos. Valaki töltem gráttal, de nem tudom, hogy kit. Nem tudom, hogy őte. Vagy a társát, nem tudom, hogy hányan voltak. Te lőttél akkor egy playert, fixen. Egyet, igen, az elején. Ez most nagyon rossz. Mi volt a neve, azt tudod? Ha mondod, akkor talán tudom mondani. Vagy hogyha... Ja, hogy úgy nem. Fejben nem tudom. De hogyha mondod esetleg a nevet, akit megöltél, akkor talán... Beth Hermelsen, vagy valami ilyesmi. Beth... Beth 3RZEN, ilyesmi. Hát, nem esküdnék meg rá, de... Pisztoly volt nála? Azt hiszem az. Akkor valószínű. Ezt majd nem emlékszem, de majd igyekszem megjegyezni a következőre. Biztos pisztolyjal lőtt, mert 9 millis volt, vagy hát biztos, de hogy 9 millissel lőtt. BTGZH-val. Ja. Akkor szerintem ő lesz az. Azok egy scap player volt be, azok, akire legelőször rálőttünk, azt vágod? Akit legelőször öltél. Öltem egy playert. Várjál. Az biztos, hogy öltem egy playert. Nem vágom, mert valaki meghalt gránátba, bazzeg, 8 gránát killen van. És eddig csak 7 volt. És hiába emlék... Gondolkozom, hogy... Mikor lőhettem. Az elmúlt napokban dobtam neki valakit gránátot, de nem. És fenn volt a sniperszkev is a helyén. És ugye én valakit hallottam trappon, lehet, hogy kidobtam volna gránáttal. Lehet, nem tudom.
Öltél egy playert. Igen. De láttad is, hogy kérdőjeles volt? Aha. Legalábbis most elbizonytalanítottál, de szerintem igen. Ha öltem egyet, mert van egy Eliminate Yusek PMC-z is, eddig 4 volt, most 5 van. Kápis. Hullád megvan. Hát Levi. Csend van. Megpróbálok kidobni, jó? Jó, köszi. Nálam vagy csomó. Nagyon jól útod van, nagyon jól útod van. Véges ammó. Igen. Jó, ne arra, ugye a fegyveredet dobom ki. Jó. Nem fogja már kivinni senki 9 perc kovászó. Ott a player, megvan. Ezt dobtam ki gránáttal. Megvan. Milyen táskám. Yeah.
62 kiló. Hoppá. Az nem túl könnyű. Ne arra, hogy nem tudom, egy picit úgy érzem, hogy nem arról van szó, hogy nem hiszem el, hogy player töltél, csak nem tudom, biztos, hogy ugyanazról beszél. Várjál, mert lehet, hogy megvan. Lehet, hogy megvan. De, nem tudom, lehet. Nem, ez Skev. Skev? Lehet igazad van, mármint hogy lehet, hogy az volt az. De nem, hát ez egy shot is Skev. Mert tudod, hogy valakit lőtt, vagy valami volt, emlékszel? És amit én láttam, hogy ami ránk lőtt, az itt van az egyik fánál. Igen. Az. Látod? Látod ezt? Aha. Ja, ez... Ja. Ez kell volt? Ez... Minden a fányin rédes. Akkor jó. Hoppá. Jó, akkor lehet őt öltem. Sorry a fake infóért, azt hittem player volt, meg valamiért úgy emlékeztem, hogy láttam a kérdőjeleket, de akkor csak álmodnak. Pets és ZB faszom a kijárat, mi az outskirts. Thank you.
Nem tudom, ki érek-e. Hát necces lesz. Szerintem ki érsz. Én vagyok. Ja, látom. Nem tudom. Jó lehet tudni, hogy tényleg akkor most mi történt, mert én nem találtam még egy PMC-t. Lehet, szkev volt. Nem, fogalmam sincs. Szóval nem figyelek, amikor kilépek a játékból. Most csak ó, arra szomorú. Hogy... Jó, de csak feltűnik, ha valaki kérdőjeles a neve, nem pedig egy... Igen, de azt mondom, úgy rémlik, hogy volt kérdőjeles, de nem esküdnék meg rá. Szóval ez a baj, hogy most arra azt akartam megnézni gyorsan, hogy mi a, mivel lőttek le. Téged SR1 MP-vel öltek meg, az az a pisztoly. Igen. Szerintem téged ez a Betrezen, vagy mi a neve, ölt meg. És ő volt ezzel a... Mind a kettőnél meg, sniper volt. Meg tudod nézni, volt. Ki ölt meg, nem? Tessék? Meg tudod nézni, ki ölt meg, nem? Ja, persze. Ja. Csak erre nem gondoltam. Igen, Betrezen. Igen. Mindenesetre a cuccot ki van dobálva, tessék? Erre is figyelek majd, mert nekem valami olyasmi rémlet, mintha K.O.-val kezdődne a neve, és lenne benne egy H. De hogy honnan, ezt én nem tudom. Hát, mert az elég nagy K.O. így. Hát igen. Na mindegy. Nem fogja senki se elvinni a cuccodat, ez a lényeg. Maximum most építened kell egy másik shotit. De nem megvan, tudom. Megvan, azt megcsináltam már. Mert annyi időt ott töltöttem, hogy kizárt dolognak tartom, hogy valaki még oda fog most menni. Persze nem fogják kivinni. Ez ilyenre van építve. Ez jó! Ez az újfajta Super Precision cucc. Jó, kérem. Na, tele vagyok szupresszorokkal. Na, de legalább király lootod lett a végére. Figyelj, az élmény jó volt. Én az, ennek örülök. Szóval, hogy ez nem volt egy unalmas kör. Én is élveztem. Keresni kellett, és nagyon ügyesek. Szóval nem azt mondom, nagyon ügyesek voltak, csak az isteni nem tudtam, hogy hol a faszomba lehetnek. Már bocsánat.
És hát így utólag kiderült, hogy... hogy szaladgáltak. Azért nem voltak ők meg, mert nagyon szaladgálós kedvükben voltak. Ja, mondjuk igen, lelőtt engem a csávó, és valahogy nem tudom te honnan dobtad azt a gránátot, de elég nagy távolságot megtett a én megölésem után. A gránát? Nem tudom. Vagy... hát aki kidobtál gránáttal, aki engem de megölt. Nem. A... akit kidobtam gránáttal, azt szerintem te nem is láttad. Ja? Mert én az SVD-vel öltem meg azt a srácot. Ja, jó, akkor így már jobban értem. Téged, ó, basszus, most jut eszembe, hogy téged is elútoltalak. Mármint, hogy a lootodat nem lootoltam ki. Jaja, akartam mondani, hogy jó cuccok voltak nálam. Vagy 150 BT ammo. BS. Vagy az BS, igen. Azt a campen találtam. Emlékszem, elfelejtettem ki. Mindegy. Igen, csak most megint az a problémám, hogy nincs helyem. Ritkán mondok ilyet, de most ilyen problémám van. Várjál csak. Lassan, nem akarok bukni, csak... lassan valamit baszni kéne. A dolgoknak. Igyekszem gyors lenni. Nem tudom, hogy ugyanide szeretné visszamenni? Ha neked jó, akkor mehetünk ide, persze. Ez jó volt, szerintem. Jó volt. Én is azt mondom. És ott is egy igazából pozitív csalódás. Azt hittem rosszabbak a shotgunok. Én ennél csak jobb van. Ja. 28 az a checkpoint kulcs, itt 44 000. Ó, de jó lett volna ez a kör egyébként, hogyha most kivételesen snipert hozok. Á, mondjuk nem lett volna, csak két PMC volt. Azt akartam mondani, hogy ha most 3 lett volna, akkor meg lett volna egy küldi. De... mindegy. A Golden Star az 70 000, azt rohadt. Várjál, mert most lupolódik a zene. De folyamatosan ugyanaz szól. De tök jó. Tök jó. Én azt tudom, hogy ez milyen lőszerrel működik, de akkor most már tudom. Oké. Lehetőleg, nem a legnagyobb táska, azt hittem, azt akartam, hogy a legnagyobb táska volt nála, de nem. Van még esetre, ennél is nagyobb. Mindenesetre szép próbálkozás volt amúgy ez, szóval... ez... kapták a srácok. Azért. Aki lelőtt, azt elég elrontottam vele a fájtot, mert azt hittem először, hogy te vagy, meg is kérdeztem, és mondtad, hogy nem te vagy, és akkor nem fedezékpögül kezdtem el rálőni. Hát figyelj, tudom, hogy azért olyan gyorsan nem biztos, hogy meglátod, de azért ezt a kurva nagy SVD-t meg lehet ismerni. Ja, a fegyvereket azokat nem is, hát meg lehet ismerni, nála meg egy pisztoly volt, csak... ezek még nincsenek meg, ezek a reflexek, hogy azt nézzem.
De mondom, én engem igazából egy valaki talált el, és az nem player volt. Hanem a scav player, ha jól gondolom. Csókolom. Cső, Fatter. Csókolom. Na mi a helyzet, hogy mentek a raidek? Ez az utcsó raid, ez elég komoly volt. És igen? Úgy, szerintem. Ment a gyilok. Ez jó volt. Véletlenül összefutottunk playerekkel. Nem is sajnos ott maradt. De volt egy 45-ös, egy 46-os player bolt action-nel. Jó, hát... Gizelbe, TV110 rigbe, FastMT-be. Ha jól emlékszem. Szóval jó playerek voltak, de nem tudtam, majdnem 80 kiló voltam. A legnagyobb táska volt náluk. Nem a boiler, hanem a joke, blackjack. Aha. Jó kör volt. Az a baj, mentünk volna már kifele, vagyis hát ugye? Nem skevezni mentünk volna outskirt fele. A scav house fele. Azt hittem, hogy player jön, és szerintem a scav volt két fegyver, a scav player. Volt. Aha. Minden a fine raid-es, és hogy ott elkezdtünk lövöldözni rá, és akkor utána megjelent pár player, de azok világtalanok voltak szerintem. Olyan szempontból, hogy ők nem voltak teljesen tisztában a mi pozíciónkkal, csak az, hogy itt lőttek. Ja, az a gránát volt nagyon furcsa, mert ezt még most se tudom, hogy honnan dobták. Ja, felfutottam oda a szikla alá, onnan lőttem le azt a szkevet, a valószínűleg szkevet, és... ja, utána oda pattant mellém egy gránát, aztán elfutottam, és... Ja, nem tudom. Nem tudom, azt honnan dobták. Jó, ebben olyan dél. Mentem tegnap izét, a reserve-t. És? De csak egyet mentem, úgyhogy... Nem lett sok kill, csak nem tudom, 7 vagy 8. Hát figyelj, szépen lassan haladsz. Nem, már most be kell fejeznem, mert nem sok időm van már. Nincs kedved egyetlen egy Woodshoz, mert aztán én megyek aludni. Nem, köszi. Nem? Nem akarok Woodshozni. Volna oda questem, de nem, hogyha most játszok, akkor én reserve-ozok. De akkor tegnap egyedül nyomtad megint. Így van, most is egyedül fogom. Oh. Az a baj, hogy már csak egy napom van hátra. Ja, igen. Egy napom és 17 percem befejezni, úgyhogy ezt ma este meg holnap meg kell csinálni. Holnap délelőtt nincs az óranom, úgyhogy majd napközben megnyomom. Még 25 szkevet kell ölni. Hát elvileg meg lehetne ez gyorsan. Úgyhogy azért most ne haragudjatok, ez nem izés, de nem meg. Meg tudjuk, hogy nem szeretsz minket. Csabival nem szeretnék játszani, mert noob. Szokás, mindig. Viszont lett egy grenadier. Egy grenade killem, képzeld el. Már csak négy kell. Nekem csak 4 van. Ja. Na jó van, Levi. Keresek egy táskát. Nem jött végig vissza tegnapról Injure. Tegnap játszottunk, nem? Játszottunk, persze. Hát a srác a Customs-on nem tudom emlékeztek, amikor Leviszkevet ölt, aztán ránk jött alul, a Jusekbe. Emlékszel, Fatter is jó megszopatott téged, mert ugyanott várt a srác. Rémlik? Várj még egyszer, mi volt ez? Jusekbe volt egy srác is, jól megszopatott téged. Tudod, mert hogy te kerested és más playereket megöltél, jaj, tudom, ő meg tudom, ott várt téged a végén, ahol, igen. Ahol igen, elváltatok a... Na, abból a raidből semmi se jött vissza. Szerintem nekem sem. Kis gyökér, bazd, mindent lefosztott. Pedig én oda gyártottam egy taliska hullát. Az a baj, hogy mind látható helyen halt meg. Tehát ugye egyet öltél a kapuba, ott megöltem annak a társát, vagy nem a társát, valakit ott megöltem. A másikat meg a Jusek meg a Gyárszkef hullássarnok között a sarkon. Jövök. A Jusek sarkán. Én meg a Juseknek a másik sarkán haltam, tehát... Ja.
Az valószínű volt, hogy onnan mindenik eltűnik. A keveknek is csomó pont. A szkeppiléreknek, úgy mondom. Ők is mennek arra. Ilyen questet csináltak Woodson amúgy. Punishert. A shot is részét. Ja, a Levinnek. Ah, meg volt egy Tarkov Shooter part, vala, kettő is. Kettő, ha? A láblövés, meg a fejlövés. A Punishert kéne erőtetni nagyon. Hát, igen, de tudod, hogy az a baj, hogy jártál te is Shoreline-ra. Shoreline-on nincsen élet, ha nem mész be a resortba. Ott meg fájtolni. Bent vagyok váróban amúgy. Hát de hát én akkor is azt én két napot játszottunk két délután, és nekem meg... Hát de azt ne felejtsd el, hogy az még az első hónapban volt a Vibe elején. De hogy az... Hát neked, nekem nem. Abban nem tudom pontosan megmondani, hogy mikor csináltam meg, de nem olyan túl rég csináltam én meg a Punishert. Hát te hamarabb megvoltál vele, mint én. Az lehet. Na de most hol tartunk a Vibe-ba amúgy? Most 80. nap van. Hát szerintem max egy hónapja lehetett, hogy én meg csináltam. Hát de még szerintem nem tudom. Az a baj, nem emlékszem, nem tudom így már mondani, hogy mikor csináltam a Punishert. Hát egy biztos. Hogy ti minden, hogy ti a Punisherre nagyon siettetek, aztán bejött a setup, és én a setupot ledaláltam fele annyi idő alatt, mint ti. Én ennyi rémlik. A setup az a shot is, tudod. Nem tudom, én nekem az később lett. Na, szóval, hogy a Punisherre én nem voltam maradva, de nem a shoreline-os részével azt hiszem, hanem a nem akartam elkezdeni a Paka 6B47-es részét. De akkor, az a baj most, azért szar, mert akkoriban még mindannyian toltuk. Itt volt Gábor, itt volt Boti, néha Bence. És ugye tök jó volt, mert most általában ketten vagy nagyon max. Hárman toljuk, ritka a négy fő. És akkor ez azért elég nagy kockázat olyan szempontból, most mehetünk shoreline-ozni, de kicsi az esélye, hogy nem, kisebb az esélye, hogy ki is leszünk dobva. Nem tudom. Nem örülnék neki, hogyha Gábor is visszatérne. Neki amúgy is nagyon jól ment a Vibe eleje, csak most nagyon ráunt. Na, ugyanaz a szitu, mint az előbb, ez megint a... Na, csak a szikla fele kell jönni. Aztán erre. Hát neki Gábor belekezdett az izébe. Totis Questbe sajnos. Azon kiégett. Meg nem is az semmit az a quest, úgyhogy nem lesz. Itt egy hidden. Fogalmam sincs, hol vagyunk, Levi. Én se tudom. Mindegy, látsz valakit lövél. Várjál csak. Lesz. Hm? Jaja, jó van, persze. Azt nem tudom. Nem vágom, hol vagyunk, fater. Ja, itt vagyunk, megvan. Scav kell neked? Ugye? Ja. Kempeken lesz, nem? Ah, kempe, hogy ott vagyunk, óvatosan, gyere velem. Valahol. Jó. Itt a valahol... Kempeken nincsen Scav. Mert? Most a rádiótoronynál. Rádiótoronynál vagyunk. Amellett is spawnnál vagyunk. Jobbra tartsál. Ja, jövök mögötted. Na itt balra már aknák vannak. Aha, jó. Lehetnek szkevek, szerintem le fognak ránk spawnolni.
Biztos vagyok benne, mindig úgy járunk, hogy nem azt mindig, de... Bazzik, az oroszlán is nálad volt, Levi. Ja, valóban. Ó, bazz meg, én meg érted ott... Ó, húsány. Mennyi cuccot ott hagytam, bazd meg? Félt volna még a táskába, kurva sok minden. Lehet nem értél volna ki, mondjuk. Nem tudom. Mule esélyhat be volt nyomva. Én itt mászkálok még fönt. Jó, én itt világ mindenséget kilútolom, aztán... Megyek. Úgyis. Föl. Toolset esetleg neked kelleni fog-e? Toolset? Aha, azt hiszem kell majd. Hát, úgy persze ez nem kell, az 1000%. Hát, hideout-hoz. Ja. Lejövök érte. Na gyere, lelep, kiviszem én, itt van nálam. Jó. Azt te beszélsz? Nem, hát... Nem, Scalf, jó, oké. Okay. Csak nagyon meglepődtem. Jaj, az anyádat, hova mész? Gyere vissza. Csak ne jöjjön le egy, ez a lényeg. Szép. Ez halt. Ez halt. Maradjon, szóval maradjon. Ezt akartam megvizsgálni, hogy ez micsoda. Mi? Es, hát olyan nem kell, köszönjük. Kidobáltam. Innen köszönjük. Amúgy menni jó. Kéne, nem azt mondom nagyon gyorsan, mert én is lassú voltam. Most mehetünk. Volt egy scab. Benézzél bele XP, aztán fussunk át a másik helyre, aztán irány a falu. Nagyon hátul volt? Na hát itt a domboldalon. Akkor jó, oda mehetsz. Hát én a helyetekben innen nem a faluhoz mennék. Mert ott már tudni nem lesz kevát, arról biztos lesz. Nem volt lövés, ugye? Nem volt. Hát figyelj, még a falutól is mehetünk. Nem kell sok szkev, nem kell az összes már neki, hanem csak 4 vagy 5. Ugye? Meg vannak még a lőszerek, amúgy nem is szólt, hogy hozzak be. Nem, volt még elég. Van még nálam, vagy betöltve 8, ugye, azon kívül. Oda, óvatosan, óvatosan. Meg még pouchban van 20 vagy 15. Kajapia. Van nálam. Ha minden igaz. Jó van, amúgy jön, köszönök. Jó van, megnézem a többieket, hogy vannak el rizőrre, ha nincsenek, akkor megyek egyedül. Na már csak egy napom van, hogy meg kell csinálni. Ne haragudj, nagyon szívesen elkísérnélek. De... De nem, hát tudom. Egy körre is azt hiszem megyek aludni. 5 perc egyértelmű volt. De csak mert jöttél. Így van, mielőtt bejöttem, még azt beszéltek, hogy még egy 10-15 kört máma lenyomta. Pontosan. Itt nem történt. Volt bitcoin, meg semmilyen, ugye? Mondom, nem. Na mindegy, jó, sok sikert akkor. Remélem, mielőbb összejön. Hát köszi, köszi. Muszáj neki, egy napom van rá, úgyhogy. Figyelj, legkésőbb péntek este leszek hosszabb időre, szóval. Hát, az már nem fér bele az egy napban. Tudom. Mindegy, ma meg holnap megcsinálom mindenképpen. Kell az a dolog furcsa, hogy azért akarok hajtani, mert az drága. Sok pénz. Ja, már ki. De látod, hogy eddig háromszor nyitottam, háromszor szar volt. De célom kinyitni egyébként minél többet még a héten. De gondoltam, hogy haladjunk Levinek a küldőjelvel aztán. Hát aztán meg lesz nekem is a kulcs, akkor utána majd megy a verseny. Mehet. Vagy szétosztjuk úgy, hogy
Mindegy, hogy melyikünk nyitja a jó lút, az enyém a... Persze. Lút, de tudod, hogy ez akkor lesz jó lút, hogyha én nyitom, mert Tarkov Prime. Tudom, persze. Hát azért mondom, hogy mindegy, hogy melyikünk nyitja a jó lút, az enyém. Nem tudom, azt miért mondtam. Tehát eddig találtam ott T-5000-et, SA-58-at, Asvalt. Ez volt az a három legjobb lút. Sajga volt két körben még. Izé, Sati, Sajga Sati. Meg egy AK-74-en. Ez nem egy nagy izé. Itt amúgy a folyó mellett van egy spawn, nem tudom, hogy ezt spawnoltak-e. Itt közvet, vagy nem folyó, mi a faszom, ez tó, bocsánat. Tó, aha. Szopató. Ja. Jó van, Fata, nem akarok feltartani, meg zavarni se. Megyek én is akkor, és akkor tolok egy hír gémet. Jó van, jó, jó van. Jó játékot. Jó játékot. Neked is, neked is. Hello, hello. Hello, hello. Bejöttem a... Ha tovább mentél, ugye? Jó, nem, itt vagyok. Mennyi, 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 nyugodtan. Menjél be itt a házba, van bent egy sátor. Sátoron belül szokott jó lút lenni. Bitcoin. Raven volt. Az se rossz, figyelj, ingyen. Mögötted energiaital. Én meg itt kint egy WC papírra el vagyok. De megyünk a faluhoz, továbbra sem volt lövés egyébként, szóval... Nem vagy. Vagy nagyon halkan lőttek, vagy... Ja. Megyünk, jó? Mehetünk. Hogy én azért amúgy... Ja, amikor én SVD-t hozok, nem titok. Én azért hozok SVD-t, mert ezt nem sajnálom elhagyni. Attól függetlenül azért hozom ugye nagy szkóppal például, mert elmondom úgy vagyok tudod vele, hogy ha meg alkalmattán meg ezzel tudok 100 méteres headshotot is lőni. De néha, néha azért úgy sikerül, hogy azért na egy-két player sikerül, érdemben módon. Köcsök bazzak csak a gyomromat lőtte az előző raidbe. Vagy az is tehát azért nem volt lövés, mert leszpónolt valaki és elszaladt. És a szkebák meg most itt vannak, és csak rád várnak, és kimegyünk kocsival, és én megyek haludni. Amint lelőd őket. Ez így egész jól hangozza, nem? Jaj, jaj. Most látom a kocsi a helyén van, de most nem is fontos. Egy szkevet töltél, ugye? Egyet, jó. Van kocsi. Az már fix, és még nem fizettek érte. Fájdalomcsillapítózok. Itt van az előtted a fagyizó, ott szoktak szkevek lenni. Csak óvatosan kukucskálj, útig nem menj ki szerintem. Jó, oké. Okay. Éppen-éppen a sarokig.
Nem lesz se scav hullát, mi? Hát nem, de sok helyet nem néztem meg, mondjuk. Balodon leszek majd, jó? Jó, hallom. Okay. Van egy scav. Tessék, már is bespotoltam neked. Amerre ordít. Óvatosan, óvatosan, szóval inkább közel... Inkább menjünk közelebb. Megvan? Szerintem igen. Jó, egy. Nem biztos, lehet csak lefeküdt, de megnézem. Ó, van Sturman. Sturman. Van még Skev hátrébb. Óvatosba. Megvan? Aha. Jó, kettő. Van harmadik, ahogy hallom. Na. Igen. Kettős. Egy, itt van, ahonnan elindultunk. Ha vissza tudsz eljön. Óvatosan, óvatosan. Gyere, rögtön balra, rögtön, gyere felém. De téged lőnek, baszd. Nem. Láttam, ott van. Itt van. Itt, amerre nézek. Jó, szépen táraz. Táraz, nem kell kapkodni, csak ezt akartam, hogy nem akartam, hogy meglőjön engem se. Én nem lőttelek meg, ugye? Nem. Nem is lőttél rám. De. Rá se tűnt. Azt hittem scav vagy, mert nem láttam csak a lábadat. Figyelj már, ezt, akkor itt az én lövés? Vagy ez mi ez itt? Hát lehet az ment rád. Nem, te sebeztél. Akkor jó, szerencsére. Azt az egy szkevet kéne beszpotolni. Jön. Ide fog jönni. Jó. Nem. Bement jobbra a legelső helyre. Házba van? Házba lenne vagy hol? Nem tudom. Óvatosan. Hát azt tudom tanácsolni, hogy menjék kör. Várjál! Itt van. Gyere ki. Kerítés végében van. Ott van a lézerem. Aha. Baszkod. Ott. Ja, látom. Inkább messzebbről lőd. Megvan? Aha. Jó. Ja. Befutok a házba, mert ki kell szednem a motor pouchból. Hát ezt figyelj. Tab, Ctrl, klik. A cuccra, ezt kijön, ki is jön. Ennél nagyobb feleket nem kell neki keríteni. Ha a pouchba rákattintasz valamire, az kapásból fölmegy a föntre. Jó. Oké. Hány szkev kell még? Az egy jó kérdés. Jó, most ráérsz, töltsél, vagy nem tudom, rakd össze magad, ha sérültél. Na, most meg vagyok. Nézem, hány szkev kell. Még egy. Ó, bassza meg! Jó, itt benn vagyok a ház, hátul. Hallom. Hát olyat tudunk csinálni, hogy... Kurva gyorsan átnézzük az egész falut. Én igazából fullosan vagyok loot-tel. Nem fér el több. De a loot-a fontos, hogy az egy kill. Ja, hogy szkevér nézzük el. Jó. Hát úgy, szkevér. Ja, átnézhetjük persze. A szívem szerint egyébként... Hallottam valami mászkálást. Én is teli vagyok lúgta, a szívem szerint kimennék a kocsival. Kimehetünk. De nem most úgy, hanem, hogy akkor legyen meg a quest. Van kanyád? Találtam. Van, persze.
Figyelj, nem tudom, keressünk Skevet. Keressünk. Gyorsan nézzük át itt a... Kocsit nem viszik még, nem. Gyorsan be ide az egyik házba. Ki hátra. Ide a zöldbe. Elfutuk a kocsik, mert ott is szokott néha lenni. Mondjuk itt most nagyon sok scap volt, szóval benne van, hogy most nem lesz több. Ja, most öltél vagy négyet, nem? Igen. Vagy... ja, hármat, négyet, jó. Ja. Eljöttem a kocsihoz. Jó. Néha itt is spawnol. Hát nem tudom mi legyen. Vissza is mehetünk oda, honnan jöttünk. Esetleg oda visszaspawnoltak, hogyha nem jött arra player. Továbbra se volt lövés, jövök vissza ide a házakhoz. Jó. Amúgy, ha sokkal van nálad, akkor inkább egyél. Így áll. Úgy próbálj meg inni, hogy... Tudod, hogy... Egyél valamit, hogy levigye a vizet, aztán így áll valamit rá, hogy... feltöltse, aztán megint egyél valamit, ami leviszi a vizet. És akkor ezzel fejlődik a legjobban a metabolizmus. Ugye úgy lehet húzni, hogyha... Addig itt egy AK, egy hűtőnek neki döntve. Kell egy AK 102, elviszed? Akarsz vele szenvedni? Ne vihetem az emeletről. Asszem, elviszem. Na, én így már nehéz leszek. Azért leviszem neked, aztán vagy olyan. Jó. Oké. Okay. Mi az ismertető jele, ha viszik az autót amúgy? Ja, az meg lehet nézni óva. Igen. Igen. Nekem nem ó, de igen. Ja, igen. Meg lehet nézni. Azok ott festem a jó lőszereket a hullátba az előszerétben. Én mindig azon izélek. Nem, ha jövök ki. De nem tudom mit szeretnél, hogy csináljuk. Jövök ki, jövök ide hozzád. Van kettő ilyen metal vágót. Hát vidd el, ha elfér. Nem fér el. Azért mondom. Van vized? Mert akkor ezt megihatnád, mert nem félek el tőle. Van vizem. Akkor itt meg. Amit kidobtam. Megeszem a vizét. Snickers-t adjak? Nem, kell neked? Nem? Van bőven. Jó. Hát... ezeket kidobok. De bebaszós. Izé lesz mindjárt. Három vodkám van. Az igen. Nem tudom. Vagy mehetünk előre, vagy visszamegyünk oda, ahonnan jöttünk, és visszajövünk ide, hogy itt legyünk. Itt menjünk ki. Így, hogy egy szkef kell csak. De ugye, mert ha most máshol akarunk menni, akkor a másik kiáltunk az outskirts csak hamarra. Ja. Ha szerintem... Outskirtsnek biztos lesz hull... Outskirtsig biztos lesz egy scav. Ja, az... Itt meg emelre meg lehet, hogy nem lesz. Viszont nagyon közel van a kijárat. Mi legyen? Hát, nem tudom. Dobtam ki pénzt, itt van az oszlop mellett. Most van nálam, köszi. Van? Akkor nem adok pénzt. Nézd meg. Na melyiket szavazol? Inkább biztos egy scav és végiggyalogoljuk az egész mapot? Hát szerintem lesz ott scav, ahonnan jöttünk. Úgyhogy én azt... lenni kéne, egyetlen egy scav volt ott is nyüzsögni szoktak. Ja tudom, múltkor ott lőttek le a scavek, vagy egy scav, nem? Mert elkezdtél tárazni, vagy mi volt? Tárazni? Ja nem, ő tárazott, igen. Egy ő, ja. Abban, ahogy ott spawnoltunk szinte mellette, felfutottunk, azt meghaltam, emlékszem. Úgy kellett téged kiizélni, nem? Hogy merre menjél, merre indulj, igen. Emlékszem, sajnos. Maradandó emlék volt. Szép emlékek. Maradandó emlék, ja. Hát figyelj, akkor menjünk el arra, mert jöttünk.
Hogy a Punishert meg ugye csak azért terültetnénk, mert akkor több helyed lenne. Ja, igen. Meg ugye kurva sok XP-t ad. Na. Mondom, nem baj, hogy nem lootolunk mindent szét, mert amúgy is van már azért elég sok szarság nálunk, haja meg ilyenek. Hát mindketten tele vagyunk, nem? Ja. Hol menjünk? Holnap is megpróbálom. Holnap leszel? Szerintem, ja, igen. Nem volt is holnap, azt hiszem azt mondta, hogy lesz. Igen? Holsz körültel. Ja. Szerintem. Aztán lehet hamarabb is, nem tudom. Jövő hétvége meg hosszú hétvége, ha jól tudom. Ugye? Várjál? Igen. 12, 13, 14, 15. Igen, hosszú hétvége. A 15-e. Hiszem két hét múlva van. Várjál. Most... De, most elsője van. Hát de várjál már, nem. Mert ugye most elsője van, de... Szerda, a második, igen, a harmadik, a... Negyedike lesz péntek, ugye? Negyedike péntek, és ugye... Igen, ja. Igen. Ugye egy hetet hozzá, a 11-e. Jaja, igen. Jogos. Hidenhez jöttünk csak. Hát, jó. Csavarhúzó, innivaló, pénz, gyújtó, pénz. Ria kell, kaja kell szóljál, fájdalomcsillapító kell szóljál. Jó, azt majd lehet kelleni fog, ha lesz valami heves harc, mert csak kettő van már. Itt is te tudsz jönni, annyi, hogy szépen lassan, és aztán meg így óvatosan. És... minimális sérülése lett. Hátra... ilyenkor nyomjad mindig a hátrafelét, és akkor lassabban jön le. Na, ja, nem sérült. Hátrafele, mi az S? S betű. Jaja. Én egy kicsit sérültem. Lehet nehezebb vagy. Hát 42 kiló. Akkor valószínűleg igen. Csak ha... ja, nem jó oldalt nézek, akkor úgy nehéz lesz megmondani. Csak 37. Azért akarok amúgy ilyen susnyásba jönni, mert itt akkor kevésbé... vagyunk szem előtt, mert amúgy a úton mennénk, akkor... Mit nézzünk meg, ahol spawnoltunk, a rádiótávot, vagy a vele szemben lévő, ezt a konténeres helyet. Mind a kettően lehet ezt kevek. Hát melyik van közelebb? Hát, nem tudom, szinte nem. Mindegy, mert ha itt megyünk itt az erdőbe, akkor balra lesz az egyik, szembe meg a másik. Akkor menjünk a rádiótoronyhoz. Jó. Szerintem. Továbbra sem volt egy lövés sem, jól gondolom. Volt Sturman, nem? Az nem ebbe volt? De. De abból csak egy hármas lövés volt, azt ennyi lehet. El is kapta, akit keresett, aztán. Hát, nem tudom amúgy. Lehet egy három lövés. Szar. Semmit nem látni egyébként, minden olyan... Hát nem. Monokróm, vagy majdnem fekete-fehér az egész. Igen. Mondjuk nem baj, legalább mások nem szúrnak. Távolban fixen alig van szín. Hát nincs sok, ja.
De itt közel látszik, hogy szürkeség van rád, és rajtam van a plexi. Ja, hát az még egy... Még egy adagot rátesz. Napközben mentem egy... Ja, csináltam a Tarkov shootert, és... Állítottam meccs közben a beállításokon, és így... Az a kép így belefagyott a monitorba arra a meccsre. Az jó. Mármint így nem az, hanem hogy... Ilyen halványan látszott, hogy hol volt a fűvonala, amikor állítottam. Ilyen más árnyalat volt ott a monitoron. Azt hittem... Majdnem elsírtam magam. Azt hittem elromlott a monitorom, de nem. Azóta nincs ilyen. Figyeljünk oda. Jó. Hát, stabil a játék. Semmi probléma nincs vele. Ugyebár. Hát... Nem volt utánunk egy player, se semmi sincs kinyitva. Jól nézünk ki. Mondjunk át, ja, ezt már. Átnéztük, nem? Hát a legtöbb mindent át, no? Hát mindegy, hogy volt egy player, csak egy scav legyen itt. Aki nem lő le egyből. Azért kerülünk itt rá. El szoktak itt feljönni a scavek itt. De ugye, ha nincs player, akkor nincs scab, vagy akkor nagyon minimálisan spawnolnak. És hát itt továbbra sincs semmi jele annak. Még a dobos se csukódott vissza. Érdekes egyébként. Mert ahhoz közt, ez mégiscsak. Hát az... Tudom. Úgy tűnik. Itt van az egy hulla, amit lőttem. Aztán ennyi. De volt... Mi? Ja nem, ez valami... Ja nem, jó. Az azt hittem, te hullád. Ja. Csak azt hittem, valaki leszette róla a riget. Nem tudom, miért láttam úgy, de vak vagyok. Hát nem tudom, akkor outskirts? Hát elérünk oda egy. El nem. Aha. Mindjárt lehet, hogy előugrik valami scav a bokorból. Jó lenne. És Sturman itt csak fatelepen spawnolhat, nem? Csak hála az Istennek. Itt megnézek, itt még leszoktak ide futni a scavek a folyó. De mi a dópart, ide a... Jó. Nincs itt se. Hát akkor megyünk a konvojhoz, jó? És akkor elmegyünk a checkpoint fele. Az a baj, látsz, hogy éjszakára jöttünk. Estére. Hát legalábbis jó. Nem fogunk sokat látni. Csak gyorsan elnézek itt egy izé. CMS-ed van? Van. Most találtam. Nagyon szívesen neked adom, hogyha kell. Nem, én tudok venni, trédelni, mindent tudok, szóval... Ja, most már én is tudok. Még gyártani is tudok. Van is miből. Akkor... Kikerüljük ezt a fenti részt. Ugye ezt a Jusek Campet. Akarok sötétet. Jó, ez így már jó. Van innivalóm? Van. Az a baj is, hogy sötét van a lézerem, hogy hamarabb kiszúrják.
Gyere csak, itt átvágunk majd. Bejövünk a fatelephez. Itt nincs akna, azt tudom, azt múltkor leteszteltük. Legalábbis a fűbnél biztos nincs. Checkpointhoz megyünk, jó? Jó. De ott lehet leghamarabb szkevet találni. Hét perc, innen futva, nem tudom, három perc a kijárat, szóval. Hát múltkor kettő alatt, kettő fél alatt simán kiértél fateleptől. 60 kilósan. És mögöttünk lőttek? Nem. Hanem? Miért? Hallottál valamit? Aha. Én nem hallottam, de lehet megint csak hülye vagyok, vagy nem tudom. Na, kapcsolok lézert, mert biztonságosabbnak érzem, jó? Jó, attól. Player volt, vagy scout player. Nincs elbújva senki. Megyünk a kis ház fele, jó? Jó. Ah, szembe van. Velem scout. Amerre nézek, de nyugodtan kap... Van lámpám? Nincs lámpám, de látom amúgy. Próbálj meg rászaladni, próbálj meg cikcakba rászaladni, hogy ne hallj meg, meg semmi. Aha, fejbe lőtt valami. Meg vagy? Nem, meghaltam. Egy hit. Hát ez nagyon jó volt. És nem az a szkev volt, hanem mögötte volt valami. Van a napi! De ez is szkev volt. Six torpeda. Head eyes. Nyugodj meg, én is kaptam. Eljesz meg? Aha. Szerencsére. Van on, blyat, van on, jebás, jó! Van nálad loot? Ha az a gránát repült rám, annyira kaptam. Az igen. Jó. Szia Kristóf, mi a helyzet? Azért mondtam, hogy futni kell cikcakba, mert hogy ha mozogsz, akkor kevésbé látnak. Jajó, azt is csináltam igazából. Még egy szkevetet, három szkev volt itt. Igen. Bazzik, ez most nagyon rosszul jött ki. Hát bassza ez nagyon, meg a kutya. Nem baj. Megvagy. Ja, nem fog már kivinni senki szerintem, menj ki nyugodtan. Extra dolgaim nem voltak, egy cukor volt a táskámban, jól emlékszem. Nem tudom, mi volt még, ami jó volt. Egy gunpowder volt. Helmet. Ja, volt kettő helmet nálam, igen. Mert ami rajtad volt, az is izé. Ami rajtad volt, az is... jó volt. Ami rajt... Nem, rajtam az eredeti volt, mert nem voltak jó helmetek, amiket hoztam, csak hoztam őket. Behúzom az izédet, a rigedet, de vissza fogom adni. Nyugodtan. Ami az mellényedet.
Most nem félek el így se. Kurva élet. Vidd ki, amúgy nyugodtan van még umkám, alig félek el től. Van még egy szkep. Az igen. Utolsó kör, Kristóf, mindjárt olvasom, amit írtál, csak annyira sötét, hogy nem látok semmit. Mondjuk azt láthatnám, hogy mit írsz, csak... Ну, шкура цела, уже неплохо. Не, Тарас! Mindegy, mondják ki. Múlt héten sikerült az ágazati vizsgálat. Na, gratulálok. Gratulálok. Még hogy nem sok minden, hát az bőven elég, nem? Velem minden rendben, igazából változatlan. Azonban nem látok semmit a rohadt életben. Fölhajtom a plexi. Bele minden rendben, dolgozás van, meg játszás, meg alig van mostanában Tarkov, ugyebár. Alig. Ja. Ma igazából nem, bázzak is egyik se egy chat volt. Na mindegy. A mai nap így játék szempontjából szerintem jól ment. Azt a számítva, hogy Levi az azért elhalálozott kétszer. Benne van. Az a az előző kör azt szerintem király volt. Ja, nem volt rossz. Csak... na. Ez a mostani, ez eléggé unlucky volt. Így a végére, hogy... amúgy annyira lehet tudni, szóval, hogy kurvára kiszámítható ez, hogyha... Hogy ez ilyen, hogy ilyen lesz, szóval, hogy... Skef kell, akkor fix fej belő. Amikor végre találsz. Hát... ja... sajnos igen. Rámint, hogy... ja. Az olyan, hogy amelyik Skev lelőtt, azt esélyem se volt látni, az olyan messze volt. A másik, az Tracer előtt, de azt láttam, és azt arra akartam megállni, nem, és nagyon, rájzélni. Nem tudom, hogy mi volt ott, de nagyon sok Skev volt, szóval, hogy... és egy lövés lőtt a hátsó, az pont Headeyes. Én is meglepődtem, szóval, hogy... tudod, mondtam, hogy amerre nézek, arra van egy Skev. Igen, így... azt láttam is. Igen, csak tudod... tudtam, hogy kettő van, mert egy volt balrább tőle. És a hátsóról nem is tudtam. Azt én egyet ne egyről tudtam, azt erre föl itt volt négy vagy öt. Négy, jaja. Azzal az utcsóval együtt. Na mindegy, van ilyen is. A cuccaidat nem viszik itt, tudom ezt. Azt nem. Ez... ja. Az a lényeg. Sovány vigasz, de nem viszik jó. Ki. Ezt kevet lenyomom, vagy ezt az egy shotikért, ezt megcsinálom holnap még. Na nem vészes. Legközelebb szólja és visszahozom a táskádat. Nem, mit vittem ki? Na umkád, de nem umkád. Fontos. Elhagytam egy kurva SVD-t árat. Mindegy. Engem nem sebeztek nagyon, de...
Azért meglepett. Hát ugye nem is talált az el, aki folyamatosan lőtt. Csak a másik. Az nagyon. Á, picit ez rosszul jött ki minden szempontból. Mármint itt arra is gondolok, hogy beesteledett, ezt lófasra láttunk. Hát ja, ez lehet, nem történt volna meg nappal. De a fene se tudja. De az a Tarkovban, hogy igazából nem idegesít föl egyelőre. Most lelőttek, jó van. Hát az a baj, hogy Skeptől halni szerintem sokkal rosszabb, mint mondjuk PMC-től. Hát nem mondom, hogy örülök neki, de másik játékban jobban kiégek attól, hogyha lelőnek, de itt mondjuk így baszki meghaltam, és akkor így ennyi. Jó, majd megcsinálom. Egyelőre legalábbis. Aztán lehet, ha sokat játszom vele, akkor jobban kiégek rajta, de nem tudom. Az nagyon szer, amikor így... Amikor így egy golyóval kifejel a Skev, és így bassza meg kurva jó cuccod. Kurva jó cucc volt rajtad. Vagy hogy? Érted, hogy szar lőszert használnak a Skevek. Hát jó, kifejed, akkor oké. Nem a lőszerem múlik, ha arcba lő. Csak ne lőjön már Head Ice-ba, úgyhogy olyan sötét van, hogy én még el se látok addig, ahol ő áll. 5500 XP-et kapok, vagy 5500 XP-t kapok, 3 csavarért, meg egy Metaspert parcért. Jó. Hát az a baj, botok bassza meg, azt ők tudják. Ők... Késő este annyival jobb egyébként Skevek ellen harcolni, hogy... Már amennyire. Hogy késő este lámpáznak. Szóval, hogyha van lámpájuk, akkor ki lehet őket szúrni. Amúgy meg nem egy izé. Amúgy meg vaksik este. De ez ilyen fura, ez ilyen szürkület volt. Hát nem, majd holnap összejön. Persze. Nem ezen az 1-9 fog múlni úgyse. A shoreline sokkal szopatosabb lesz. A shoreline az hosszú lesz. Az igen. Lehet, hogy majd annak is megpróbálok neki feküdni egyedül, most már ismerem köbös online-t. Hát ugye nem igazán szeretek egyedül tarkovozni. De most nem volt rossz ez a izé amúgy. Nekem nincs bajom az egyedül tarkozás, én néha nagyon ülök egyébként, ha egyedül tudok játszani. És bizonyos questeket jó úgy megcsinálni. Szerintem. De... Annyiból tényleg... Jobb többen játszani, hogy legalább akkor, ha egy valaki ki tud téged dobálni, ideális esetben, ja. És akkor mindent visszakapsz. Lehet, hogy elbasztod azt az egész, elbasztod az időt a raidre, mert meghaltál, de legalább ki tudok dobálni. Akkor vissza másnak. Nem is ezért nem szeretek amúgy egyedül játszani, mert hogy nem dobálnak ki, hanem hogy nem tudom még, hogy mi történik rendesen. Hát igen, amikor mondjuk squad jön rád, azért szopás. Hát nem csak az, hanem hogy én nagyon szarul hallok ebben a játékban, amikor minden más játékban eddig tök jól hallottam, és most így nagyon fura. Nem tudom miért. Hát nem tudom. A perception-en sok múlik. Ja, az mondjuk a biztos. Skillen, szóval... De hogy az irányokat is rosszul mérem föl. Lehet, hogy... Ne, várj, mibe hallgatod a játékot? Sztereóba, ugye? Aha, persze. Nagyon fontos, hogy nem szabad térhang. Szóval sem 5.1-be, sem 7.1-be nem szabad. Ja, nincs bekapcsolva, persze. Ezt megkérdeztem a elején rögtön a tapasztaltabbaktól. Tehát, hogy nop. De nem... Ha próbáld meg esetleg visszakapcsolni azt a binaural audiót, de nem tudom, én momentán szerintem... Addig se volt jó. Úgyhogy nem tudom. Hallod, tegnap este? Amúgy köszi Kristóf a GG-t.
Tegnap este, vagy tegnap délután, nem tudom már, néztem egy kicsit Headley-t, de tényleg csak kicsit. Enerfánkkal játszott, nem tudom, őt ismered, de lényegtelen ő is meg Tarkovas. Nagyon régen, még nem is streamelt szerintem, de még, hát nem ismerem, de volt már itt a csetemen. Még akkor vettem meg a játékot. Én már akkor is azért csak Intel Shenzhen játszott körülbelül. És így respawnolnak Interen, és hallja a lövést, és így mondja, hogy ez a D-szektorban van. Hogy a gyesvéd is a D-szektorban. És így abban a pillanatban elkezdenek oda futni, és bazd meg, tényleg ott volt a player, ahol mondta, és a map másik feléről meghallotta, hogy honnan lőnek. És így Headley is kérdezi, hogy így ismered a pályát? Hát, azt mondja, egy-két rédet mentem már rajta. Szerintem alig, nem tudom, ilyen fogalmam sincs, szerintem 10 000 rédje csak Interen van. Nagyon sokat játszik Intel Change-en. Aha. Nagyon durva volt ezt látni. Hát ja, amúgy szerintem, nem is, vagy hát ebben nem vagyok még biztos, hogy vagy rosszul hallom valami beállítás miatt, de szerintem inkább az van amúgy, hogy nincs meg még nagyon, tehát hogy nem állt össze teljesen a mapa fejembe, így tudom a részeit, de hogy én ja, magamat igen, rosszul igen, pozícionálom igen, rajta, az, igen. Tehát hogy milyen irányba nézek éppen, szerintem lehet, hogy az a másik baj. Ez simán benne van egyébként, ez egy logikus elgondolás, hogy mondod, igen. Hogy nem áll össze a fejedbe a map is emiatt. Ja. Mint hogy így megvan ugye a map, meg a felépítés is, hogy mi hol van, az megvan, csak hogy éppen pontosan melyik irányban nézek, azt nem tudom, és ugye az alapján függ, hogy én honnan hallom, vagy azon múlik, hogy honnan hallom, és lehet, hogy ezért. Lehet ez majd idővel kiderül. Mindenesetre a perception is tudomásom szerint úgy fejlődik, hogyha sokat searchelsz, lootolsz. Szóval érdemes, amúgy is érdemes a skill szempontjából, hogy bármit találsz, bármilyen skevet, minden egyes itemet, ami van benne, van rajta, amit felveszel, tök mindegy, pakold át magadhoz, aztán dobd el nyugodtan. Csak hogy ja, külön, tudod, hogy mindent át kell pakolni, és aztán meg nyugodtan dobd le. Yeah. Mert ugye ezzel így fejlődnek a bizonyos skillek, és ugye ilyen skill csoportok vannak, vagy nem tudom pontosan, hogy mondjam. És így, mit tudom, a karizma is ezzel fejlődik a legjobban, a memory is, az attention is. De hát, érted, ezt csinálom az egész vibe-ba, ezt csináltam, hogy a lootolásom 99%-ában átpakolok ja. Mindent, és így is. És én még sokat is lootolok. Ja, hát lassan fejlődnek. És 23-as szint, ja. A metabolizm az viszont durván gyorsan fejlődik, mert már én is 24-es vagyok. Hát, hogy sokat eszem, vagy nem tudom, de az gyorsabban fejlődik, mint a többi, így meglátásaim azt, szerint. Azt lehet boostolni is nagyon gyorsan. Ugye az egy fizikai skill, a metabolizm. Physical skill. Az olyan egyébként, hogy tök értelmetlen maga az egész. Úgymond, hogy olyan sok pluszt nem ad. Ja, persze, csak. De mi például úgy csináltuk, hogy bementünk egy raidbe, az előző vibe-okba, 5 majonézzel, ami leviszi aha. A vizet, ja, igen, aztán igen, megint akvamarit, aztán megint majonéz, aztán megint akvamari. Pár hét alatt fullos. És ugye nincs, vagy nem sebez, hogyha dehidratált vagy, és plusz 50%-ot kapsz a kajára, szóval az 50-es kaja a 100-at tölt vissza. Az király. Az elég király. Ja, meg láttam, hogy neked 110 a izéd, nem? De az a izé miatt van, a 110-es energy, az a csinálnod kéne a hideoutot minél jobban.
Aha. Ugye az nagyon sokat számít a hideout, például... Az a baj, nem tudom már megnézni, mert nekem készen van, ha jól. Nem tudom, hogy ki írja ilyenkor. Ja, tudom, ott írogatja, hogy mi, hogy fejlő. Ja, igen, igen, emlékszem. Szóval... A rest place-nél, meg a fireplace-nél de, talán. Nem például, a, ha intelligence centered fullos, akkor 41%-kal gyorsabban tudsz kevezni. Szóval, hogy annyival hamarabb ja. tudsz. A quest money reward az plusz 17,5%. Insurance return time -24%-kal gyorsabban jön vissza az insurance. Flea market commission -35%. Az a izé, amit amennyibe kerül feltenni a igen. dolgokat, nem? Ja. Nem. A, igen, hát a fee-je, a kezelési költség. A rest space ugyanez, a negatív effekteket csökkenti, a energia visszatöltés, meg a minden. Szóval azért érdemes belefektetni a pénzt, szóval ha mondjuk van 6 millióod, akkor mondjuk egy 4,5 milliót költsél el rá, a másfél millió, amíg ki lehet jönni. Érted? Nagyon sok pénzbe kerül egyébként a hideout, mire fullos lesz, és nagyon sok idő. És még az enyém ja, sem fullos. Az a baj, például van ez az air filtering unit, ez szörnyen drága. Az 10 millió van, a solar power, ez brutál. Kapásból 6 millió. Á, nem tudom, ez nagyon sok, ez nagyon sok, ez nagyon, nagyon sokba kerül. De, na. Kell, szóval, hogy... Nem... Hogy mondjam, szóval, hogy ez is hozzátartozik a játékhoz. Ja. És túl sok apró, sok kis a bónuszt ad, ami megkönnyíti, úgymond, a játékot. Emiatt jó. Ja. Na mindegy. Videókártyát kéne nekem is venni, most van 8 millió. Akkor lenne egy fix keresetem. Ja, igen. Bár amúgy annyira azt hittem többet hoz. Nem. Régen nagyon sokat hozott egyébként. Nerfelve lett. Hát jó mondjuk. Nagyon sokszor lett már nerfelve, nagyon-nagyon sokat hozott. Nyilván nem jó, hogyha... Nagyon sokat hozott, és egy időben nagyon magasak voltak a bitcoin árfolyamok a játékba. Az amúgy nem úgy van, hogy a normál árfolyam... Hát egy időben nem. Úgy volt, csak... Egy időben úgy volt, csak úgy nem érte meg. Ja, hát mondjuk nyilván. Az, ha végtelen pénz van, az nem éri meg a játékba. Hát az nem jó. Játszani se jó úgy feltétlenül. Mondjuk, ha meg kell a hely, akkor meg gyorsan el lehet költeni, mert venni ilyen nagy tárolókat, tick case, meg ilyeneket, pillanatok alatt elmennek a 10-20-30 milliók. Ja, de egy idő után már nincs értelme, gondolom, felhalmozni a dolgokat, amiket soha nem használsz el, ha már annyira sok pénzed van. Hát figyelj, én most az a baj, nekem, én általában el szoktam adni minden fölösleges cuccot, de most nagyon sok felhalmozott dolog van. Például itt vannak a Redut armorok, amik 5-ös armorok, ha hozta nekem a Skev, ha meg akarnám venni 240 ezért, ha eladom csak 60. De az a baj, nem akarom játékba elhasználni, faktorira elhasználnám, hogy tankoljanak, ne halljak meg rögtön. De amúgy meg annyira nehéz, és annyira lerontja a karakternek a ergóját, meg mindenét, hogy amúgy nem jó semmire. Itt van a rengeteg mozina.
A töltögetős mozinok, a VPO-k, még mindig van egy pár. Ezeket el kell már adnom. Aztán még ráadásul itt van rengeteg olyan fegyver, amit még nem is használtam. Rengeteg ersas, fel kéne őket modolni. Csomó M1-já, azok már készen vannak. Nagyon sok, van vagy 8 M1-jám. Látta a kezembe bármikor is M1-ját? Hát nem rémlik. Ja. Rengeteg. Nagyon sok mindent ki tudnék dobni, csak előbb-utóbb meg, hogyha meghalok állandóan, akkor meg így meg jó, hogy itt van, mert akkor meg rögtön fel tudok költözni. Ja, értem. Persze. Ja. Na mindegy. Majd holnap folytatjuk, ha ráérsz. Jó, szerintem én 8 körül után fele jövök majd. Azt az egyet meg, azt az egykövet meg majd meglátod, hogy napközben le akarod előni. Ja, hát nem tudom, hogy holnap mondjuk. Nem lesz szerintem időm rá, de majd az ráér bőven, mert a 10 PMC, amire perc. Meg lesz. Ja, persze. Hangos sotival is befutsz. Egyet ja, hát lősz. Persze, elfutok a Scaff House-ig, aztán bum, és akkor... Ah, igen, ha meghalsz, és egy shotit nem fognak elvinni rólad. Jó, hát nem is érdekel, mert valószínűleg nem fogok shotizni, ha meg igen, akkor buktam 60 ezeret, és akkor mi van? Vagy még annyit se. Ja. Na jó van, köszöntöm szépen a játékot. Én is köszi, meg a segítséget is, király van. Nincs mit. Na, jó éjszakát, hello, hello. Neked is, hello, hello. Na, hát már ennyi volt. Köszönöm szépen a figyelmet. Megyek aludni. Basszus, 11 óra lesz. Kurva élet. Megmondom őszintén, azt hittem, egy órával hamarabb van. Szóval, Kristóf, örülök, hogy benéztél. Minden jót neked. Jó éjszakát. Meg... tartást a hétre. Találkozunk. Holnap szerda. Holnap szerda, szóval akkor holnap is lesz stream, ha minden igaz. Na, jó éjszakát, sziasztok!